Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. 6 óra után 15 perccel itt vagyunk, 4:07 van pontosan, jó reggelt, hello, Feri, jó reggelt! Szevasztok! Hános is jön egy másodpercen belül. Beszorult, vagy még főzi, vagy nem, szerintem, gőzöli, fölkávézza, fölkávézza. Szárítja az esernyőjét. Üszegény. Láttam a kis esernyőjét, és úgy megörültem, hogy esernyőm, én olyan régen látok esernyőt, hát nekem nincs a közelemben esernyő. És ott volt kiterítve a kis esernyő, és úgy megörültem, hogy de jó, ilyen nosztalgikus élmények támadtak bennem, mikor az ember meglát egy esernyőt, hogy milyen vicces, nem? Én ez, ugye, akinek autója van, nem használ esernyőt, hát nem? Viszonylag ritkán. Nem, még autótól ajtóig elméletileg, hát, de ritkán. Az meg beszaladsz. Beszaladsz. Tehát reggel, te reggel mondjuk azért részén jó reggelt kívánok mindenkinek, bocsánat, nem akartam futni a folyosón a kávéval a kezembe, mert mondom, nem öntöm már le magam, hogy még ezzel is tetézzem az esernyőből kifolyó víz okozta károkat a nadrágomon, mert hogy reggel letettem magam elé természetesen a szakadó esőből, felszállnak kis buszra, letettem magam elé az esernyőt, aztán 5 megálló múlva elkezdtem érezni, hogy picit, mintha nedvesebb lenne a nadrágom, mint ahogy megszoktam, mondom, ez már korral jár. Becsúra, de nem így szokott nedves lenni akkor, ha becsúrátok, és mondom, basszus, odaért, ez egész nadrágom tiszta víz lett. Aztán, amikor leszálltam, akkor meg ugye mondod, hogy nosztalgikus hangvétele van, hogyha meglátsz egy esernyőt, hát reggel basszus, észnél kell lenni, amikor jövünk le az aluljáróba, hát mindenki 30 esernyővel, mi senki nem néz senkire. Mindenki kiszúrja a szemedet. Halálosan kardoz. Tompa, tudod, mindenki még balig kelt fel, még ott lélekben, még ott van az ágyban, a jó meleg ágyban a takaró alatt, és mindenki csukja, nyitja, stb. Bocs! Ne haragudj! Igen, ez megy. Hát szakadó eső van, ha valaki esetleg nem tudná, szerintem mindenki hallotta, és rosszabbul is aludt talán, mert vagy hallott, hogy csorog az erezből, vagy a tetőn kopog, vagy egyszerűen elsőben valamilyen nem lehet jól aludni. Úgyhogy készüljön mindenki, özönvízszerű esőzés. Óriási. Az ítéletidő is rátesz valami szél, meg orkán, ja, meg ja, ja. Hideg igazából nincsen, nincs. 8 fok körül van a hőmérséklet, de ez az eső. Mondjuk nekem nagyon jól indult a reggelem, én abszolút nem panaszkodhatok, hiszen már 3-kor felkeltem. Tök jó, Igen, csak azért mondom, hogy jól indult a reggelem, mert hogy 3 óra volt, és még 1 órát tudtam aludni. Az a legszörnyűbb tényleg, amikor felkelsz. Igen, ránézel az esőre, adduram, hogy még ne legyen fél öt, még nem akarok felkelni, és akkor meg, ilyenkor félve nyomom le az órának a tetejét, és akkor látom, hogy 3:30. Jaj, ne is mondd, ezt ismerem. De jó, ez az, még 1 óra van, és akkor... És nem tudsz visszaaludni soha többet. De. Valamikor, igen, valamikor nem tudod, hogy mitől függ. Ez attól függ, egyébként olvastam, mikor milyen fázisban kelsz. Tehát az álomnak mély fázisban, vagy magas fázisban. Van olyan is, hogy már kialudtad magad, tehát igen, a szervezet alatt már nem, föl... Nem, ilyen nincsen állam évek óta. Én is azt gondolom, hogy ezzel a 4 órával nagyon nem lehet. Á, gyerekek, én éjszaka kétszer kelek, az nálam egész jó. Tehát én úgy vagyok, hogy egyszer kell a gyerek ilyen 1 körül, aha, 1:30 körül, akkor megetetem, tisztába teszem, mert ugye a kis is pelust nem annyira szereti, és a Benni föl kell ilyen 3 körül. Tehát ez a 2 van. Vagy a Viki kell hozzá, vagy én. De Benny ez általában én. Hó, kimentek biciklizni, játszottok, Lego. És ismerem ezt az érzést, és tegnap éjszaka az volt, hogy fölkelt a gyerek, megetettem, és azt hittem, hogy 3:30 van, és ránéztem az órára, és este 11 óra volt. És, yes. Na. És azt mondom, hogy Jézus Isten, van valaki, aki vigyáz rám. Igen. Köszönöm, uram, mert 10-kor aludtam, mert nagyon álmos voltam, valamire gyerekkel 11-kor. Másnak könnyező madonnák kellene ahhoz, hogy megtérjenek neked, csak az. 11 óra legyen az. Aludtam az egész éjszakát, nem kellett a gyerek, biztos már 4 óra van, indulni kell, Jézusom, tudod, gyorsan megetetem, tisztában teszem, kikaparom a telefonomat, és ránézik, és 11:10. De akkor azt van, tudod, hogy azt mondod, hogy 11 óra 10. Én köszönöm, Istenem. De várjál csak. Csütörtök. Csütörtök reggel. Mi a franc? Reggel, csak nincs 24-esben az órám, és 11 óra van, és világos van kint, igen. Szóval nagyon, ennek nagyon tud az ember örülni, igen, amikor így tényleg azt veszed észre, hogy azt mondod, hogy 5:30, és én mit tudom, 2:43. Úristen. És azt hiszed, hogy még tiéd az egész világ? És de nem? Akkor a tiéd és is. Akkor tulajdonképpen ez így van. Órára. Akkor tulajdonképpen ez így van, igen. Úgyhogy, hát, és hát brutál eső, emberek a villamos megállóba, busz megállóba ugranak arrébb az autóktól, szegények, én nagy ívbe próbálom őket kerülni, de hát van, aki erre nem megy gondol. Megy a rettegés. Elképesztő, mit kapnak. Úgy jön ki reggel a lépéspont, hogy bejön a villamos, és azzal együtt jön be a busz.
és azért van olyankor, tudom, amikor most mivel ütessem el magam, igen, vízes legyek, vagy elütessem magam a villamossal. Na mindegy, ilyenkor szerintem minden ilyen reggelen az ember kapaszkodik abba a minimális jóba, ami aznap érheti. Mibe tudsz kapaszkodni? Tehát ha nem történik veled, csak ma nem történik nagyon semmi. Friss péksüti. Mibe kapaszkodja? Friss péksüti, finom kávé. Rengeteg minden előtted áll még a mai napon. Tehát gondoljak arra, hogy lesz egy, iszom egy jó kávé? Igen. Nekem igen. Az nem elég. Kinyitottam a hűtőt, nem volt benne tej, így indult. Nekem az nem elég. Mindig átgondolom a napomat reggel fogmosás közben, és akkor mindig megnézem, hogy lesz-e ma valami jó. Tudod, sportolok-e, lesz egy jó meccsem, megyek-e valóban a gyerekkel, vikiek-e, tehát hogy van-e valami olyan. És a maiban semmi? Egy nihil? Egy, de van, több is, csak ja. Ma nem találtam meg azokban sem az örömet. Tehát, hogy ma tehát mész ide, de mész oda, tudod, és próbálom magam hergelni, de még ez is történik. Lesz értekezleted a Titusszal. Bocs, ne haragudj. Ez volt az utolsó gondolat, és amikor már megörültem, hogy jó napom, de szerda van. Szóval igen. Szóval az ember megpróbálja magát tényleg felpörgetni valahogy. Gondolom, hogy egészen én például azzal húzom magam át ezen a nyomorult reggelen, természetesen jó műsor fogunk csinálni, ezzel nincs semmi gond, de ott lesz majd a Penny-ben, veszek egy jó serpenyő zöldséget, azt mondom, megcsinálom ebédre. Az anyja is, nem sok, figyelj, nem sok, apróság. Ő az ügyes. Hetek óta keresek serpenyős egy bizonyos serpenyő zöldséget, egy ilyen rusztikusat, amiben krumpli is van, mert hogy hívják a rólam elnevezett paraszt reggeli, ez nagyon hasonlít, amit én annak idején nagyon-nagyon szerettem. Volt, biztos emlékeztek erre a paraszt reggeli. Tudom, paraszt reggeli. Jaj, nincs már? Én, hát anyukám, nem eszek, mert ugye szalonnásol, de én imádtam. Serpenyőbe bele rávertél egy tojást, ráütöttél, és kész Jézus volt. Jézus már, nem emlékszem, volt. Le volt zacskózva. Nem, igen. Nem ismertük ezt a zacskóztat. Krumpli, szalonna, hagyma, igen. Zöldség, meg volt csinálva egybe, ez le volt fagyasztva. És amikor reggelte vasárnap fölkelti, akkor minden alapanyag már össze volt vágva, be volt fagyasztva, csak bedobtad a sütőbe, ütöttél rá egy tojást, és csináltál egy ilyen szalonnás, hagymás, paraszt reggelt, és talán még az volt a neve, hogy zacskós. Az volt, úgy volt, valahogy úgy találták el az arányokat, hogy... Nem zseniális volt. Répát pucolnod, tudod, hagymát. Tehát az egész meg volt egy ekkora zacskóval paraszt reggeli felirattal. Igen. Üssön rá négy tojást. Anyukám mindig megcsinált ezt. Annyira finom volt. Na, és amióta ugye én nem fogyasztok húst, azért egy nagyjából úgy keresem ezeket a kis, hogy hívja, ilyen, majdnem, de mégsem, de picit emlékeztet rá, és találtam most nemrégiben egy ilyen serpenyős zöldséges, ami nagyon hasonlít erre. És az, hát... És megcsinálod, és ez itt jobb kedvre? Igen, de jó, igen. Hát igen. Nem kell, az most egy banános csoki tortát. Most majd nagyobbat álmodjon. Nem, apró dolgokat kell találni. Ez egy teljesíthető, egész biztos dolog. Így van, tök jó. Apró dolgokat kell találni, mondom, csak ez amikor ilyen ramat idő van, amikor az embernek nem. Nem megy valahogy, de hát majd úgyis megtalálják a hallgatók is. Jó van, mindenkivel minden oké, egyébként minden rendben. Csoda. Hát figyelj. Be. Olyan hírt kaptam ma reggel, gyerekek. Én sok hírt kaptam tegnap. Aha. És jókat? Nem, hát a közélettel kereskedett a tanulmákkal kapcsolatban. Hát az elképesztő, majd erős beszélni. Egy vicc. Kérlek szépen, kerületi lakos, 13. kerületi lakos, akinek van gyereke, ezt Anna most hozta ide ezt a hírt csillogó szemmel. Ha a gyereked 4,5-es átlag fölött van az általános iskolában, illetve hogyha szöveges értékelés van 80%-os szinten teljesített, akkor a tanévre 15 000 forint ösztöndíjat tudok igényelni a gyerekemre. Hol? Az Önkorinál. Tényleg? 15 000 forint. Bemész az önkormányzathoz, ott a gyereknek a lakcímkártyája, tehát bejelentett lakos a 13. kerületen, 4,5 fölött van, 15 rugót föl tudok venni az Önkoritól. A rohadt életbe, virág. Anya, kelts fel most! Mire jó, ezt nem értem. Hát... motiválja van a ilyen kerületben lévő gyerekeket arra, hogy tanuljanak, mert az Annával is ezt mondtuk, hogy milyen tök jó, azt mondod a gyereknek, hogy kicsim 4-5 fölött vagy, akkor lesz 15 rugó, amit rá tudunk ölni. Az a tesén. És csak az... nálatok van? Aranyi jogon jár, vagy ez a 13. Nálunk miért nincsen, hol nem tudom, mert Lőrincen laksz, ez a 13. Ja, biztos, lehet, hogy van ott is, nem tudom, most hozta Anna a nem papír. Nem vagyunk érintve, virág nincsen 4,5 felett. Gyerek, a 13. szövegértés a 105 százalékos. És a fogalmazás. Igen, de még így is eljátsz, hogy nem ért. Érted? És jó, akkor... ez a 4,5 felett, szóval azért ez egy szűk keresztmetszet. Tehát hát adok is, tudod. A 13. kerületiek között szerintem nagyon sok 4,5, mert okos kerület vagyunk, de én is így döbbenten tapasztaltam, hogy mire használod, ugye, nyilván a családra is jó, de hogy azt mondani a gyereknek, hogy ezt te kerested, szíve. Persze, minden jó, amit adnak, tehát ez is egy abszolút pozitív dolog. Ha valamire akarsz költeni, kell egy új, nem tudom micsoda, akkor kicsim 4-5 fölött megkaphatod az új bringát.
Mondjuk 15-ből már nem szerény bringa lesz, benni. Igen. Nagyon. Az első kereke hiányozni fog, nem lesz rajta hátsó fék, de örülni fogsz neki. Úgyhogy ezt a jó hírt akartam veletek megosztani, hogy vannak még csodák. Ezt tudni kéne, hogy ez alanyi jogon járhat, vagy tehát, hogy ez mindenkinek minden, vagy a kerület döntött úgy, hogy neki erre van forrása, vagy elkülönített, és ezt a 13. kerület adja. De ezt kellene megtudni, ez egy érdekes dolog. Olyan, hogy más kerület is van-e így? Nem hát tudom. Hát én kíváncsi levék rá, mert akkor azért még ösztönzöm, szedjem el össze magát egy picit. Érte, szálljon be már a karácsonyi ajándékába egy 15-tel. És ez, de egész év egyébként, tehát az van, hogy akkor Ez egy miért? Hát, hogy jó hosszú távon érte. Ja. Hát, átjelentkeztek? Egyébként lehet. Tud, hozzám jelentkezz be. Van ilyen. Vagy meg, a, virág, egyébként a virágot átvesszük. Hát, például azt szeretném, hogyha nálatok van egy jó iskola. És sokat csinálják. És igen. Én már 4 helyen lakom azért, hogy a gyereket azért. Olyan iskolába adjuk, hogy... És esetleg alanyi jól, te oda nem jelentkezhetnél, akkor előfordul, hogy majd meglepődsz Feri meg, hogy én már oda jönnek hozzád a leveleink. Jó napot kívánok. Nagyon sok helyen lakom, pontosan azért, mert szeptemberben a gyerek iskolába megy, úgyhogy nekünk is úgy van egyébként, hogyha oda akarod járni, ide jelentkezz be, oda akarsz, 3 naponta kopogtatok valahogy. Beköltözhetnék, vegyenek már be, mert a gyerek ide akar iskolába járni. Lakcímkártyát kell bemutatnom. Na, megmutatjuk, mi történt velünk tegnap, jó? Egy rövid kis ismétlés. Hát, de jó lenne emlékezzék arra, ami a monitoromon van. Ja, persze, megvan. Hirtelen először Patrik és Anita, mondom, Jézus, Csillag, Patrik, 2 mesejő, és nem is beszéltünk erről. Aztán közben rájöttem, hogy ez a... Csillag, Patrik, rájöttes pontjából. Igen, mondom, igen. Patrik és Anita, ez mondom, mint valami... Rozsdás rákoló. Bebe, Bobó és Góliát, vagy nem is tudom, Anna Peti Gergő. De nem, hát a Valentin nap, amit ma folytatunk, tegnap ugye újra egymásra talált, illetve nem újra, először egymásra talált Patrik, mi rátaláltunk már ugye másodjára, és ő először találkozott Anitával. És hát elkezdtek beszélgetni, vicces kis beszélgetés volt, egyébként nagyon szerettük, megnéztük, hogy mennyire van közöttük kémia. Szerintem volt, még ha Anita egy kicsit visszafogott is volt. És a tavalyi nagyon romantikus játékhoz képest, ez már egyértelműen a szexről szól, azért azt hiszem. Igen, tehát, hogy igen. Tavaly még a bemelegedési fázis volt, most már azért itt a párok egyértelműen úgy kérdeznek a másiktól, hogy ráutaló magatartás van. Igen, oda a romantika, oda a Valentin. Na, megmutatjuk akkor, mi történt velük tegnap. Jó, közben lehet jelentkezni játékra. Írjátok meg nektek, mivel induljól a reggelt, mire gondoltok, hol esik az eső, kivel, mi történt. Szóljatok hozzá mindez, amihez beszéltünk, jó? Gyorsan egy-két SMS még, hogy ne érezzétek, hogy el vagytok anyagolva. Persze, 12. kerületben is van diák ösztöndíj. Szociális részben tanulmányi alapon, ez Gergő küldte nekünk. 4,15 átlag fölött Jani tetyós kupont osztanak Lőrincen. Isti küldte nekünk. De jó, igen. Hogy, akkor a reggel sztereotípiák. Igen, meg a szememet sem lehet kiszúrni reggelenként, hiszen olyan alacsony vagyok. Na, még valaki esetleg. Jön a talajmenti fagy veszélybe vagy. Igen, jó, hogy deresedik a szemöldököm. Soha nem hallottam. Az egyik bevásárlóban a hiperbe lehet kapni még ezt a paraszt reggelit. Írja nekünk egy hallgató. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy M1-es 24-es könél ugrál egy béka belső sávban, és igen, hát sok-sok SMS, hogy hol lehet még paraszt reggelit venni. A tegnapi megszólalással kapcsolatban még azt szeretném mondani, hogy nagyon sokan kérdezték, hogy a július beszélgetés, úgy látszik, elég sokan vannak érintve sajnos a témában, hol található meg, egyelőre még nincsen fönt az oldalunkon, de... mert nem volt hozzá még hogyha kísérő szöveg írva, és de fölraktam a Megdumáljuk lyukba egy linket, ahol megtaláljátok, jó? De mi nem volt? Tehát be kérni, hogy Juli rovat, azt tessék. Hát egy van. Na, így alakult, nem baj, a Megdumáljuk. De miért a kettőhöz volt a Julihoz, már nem? Szöveg? Mit? Aha, ja. Igen. Ja, de nem baj, fönn van egy link, beírtam a Megdumáljukba, és akkor ott megtaláljátok. Jó, addig most fölpattintjuk, akkor ír hozzá Laci egy mondatot, és akkor föltesszük. Jó, okkerkam. Na, mutatjuk a tegnapi napot, jó? Hallgassátok, megjelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk a hírek és az ismétlés után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 6 óra múlt 52 perce, jó reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk. És játszunk, mi a helyzet, hogy állunk? 2-0, egész jó. 2-0, megyünk? Úgy emlékszem. Hát az jó. Azt szerintem az... igen, főleg a 4 nyert hét után, vagy 5, már nem tudom mennyi van. Jónak tűnik. Jól állunk, igen.
Á, jól állunk. Na megnézzük akkor, hogy ki a hét szerda játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Jó reggelt! Jó reggelt! Fanni, hello! Honnan hívtál minket, Fanni? Földvárról. Földvárról? Hát az nagyon klassz. Szakadó eső ott is? Egész nap fog, úgyhogy nagyon remek. Hát te ezt honnan tudod ilyen biztosan? Nézem az időjárás. Ja, nagyon jó. És kivel játszanál, Fanni? Veled. Ó, hát akkor essünk is egymásnak. Na, jó van. Ért, ne úgy értsd. Mehetünk? Mehetünk. Jani? 3, 2, 1, fire. Itt vagyok. Figyelek. Te egy olyan lány vagy, gondolom, aki készültél kérdésekkel. Hát, mert pont beletrapáltál. Na, figyelek. Kérdezzél. Aztán kérdezek majd én is, jó? Na, inkább kezdtem most. Kezdjem én? Igen. Jól van. Ott a ez vége. Volt az én kezdésem, hogy kezdjem én. Kezd, jobb lesz. Igen, csak erre mondtál egy igent azonnal, mert azt mondtad, hogy kezdjem én, és azt mondtad, hogy igen. Tudod, ez az egyik tiltott szó. Szegény. Fanni. Tulajdonképpen hálásak vagyunk neked, mert behúztuk a harmadik győzelmet, ez a hét is a miénk. Nézd, anyám! Na, jó van. Ezt majd jövő héten visszavágó. Megállítom az órát, jó? Jövő héten szeretnél egy visszavágót? Hát, hogyne. Nem hagyom. Nem? Jövő héten. Pedig most nem tűntél erős ellenfélnek. Hm? Vagy jövő héten. Jövő hétre felszívod magad. Így van. Jól van. Suliba mész? Otthon vagy még? Mi a helyzet? Suliba már buszon vagyok. Buszon? Mondd meg, 8 óra lesz most. Na most mondd meg. 8 óra, nálunk még csak 7. Milyen időzónában vagytok? Ahogy a fáját, hol vagy? London felé? 8 órát lesz ma? 8 különböző óra? 8. Meg tegnap is annyi volt. Atya úristen. Jézus Mária. Most mondd meg. Hányadikos vagy? 11. 11. Szegényként. Mert tudom, hogy nagyon túlterheltek vagytok, hát erről beszél most és mindenki. És még így koncentráljak rád, hát. Ja. Aha, kicsit levettél cseszve. Hát most igen, 7-8 órája van, és még rám is koncentráljon, gyerekek. Hát most jó, de azért odafirított az oktatás politikának is. Igen, kitartás van, Nikám. Egyszer túl leszel jó, az iskolám. Van. Jó? Remélem. Minek tanulsz? Mi leszel? Minek azt én sem tanár. Milyen? Nyelvtanár? Aha. Az klassz. Az egy szép jó. Milyen nyelv? Meglátjuk. Angol? Milyen nyelv? Német. Német. Ja. Német. Jól van. Az se rossz. Fanni, puszilunk. Jó, van én is. Ciao. Szia. Hello. Szia, Fanny. Spiderzin. Ennyi 3-0 Ennyi gyerekek. Van még valaki, aki jönne a senki? Héten. Oh, csönd van. Hallgassátok, milyen csönd van. Hallgass, milyen csönd van. Istenem, szerények. Hogy szaladnak a gyávák. És mire nem képenek lenni. Na, mindegy. 5 perc, van 7 óra. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 7 óra után vagyunk pontosan, 11 perccel. Szép reggelt kívánom mindenkinek. Szakad az eső, aki még nem indult el, készüljön. De rossz idő van, hideg nincs igazából, de most annál sokkal rosszabb, hogy mindenki előveszi majd a négylábú, négykerekű esernyőt, bedugul a város, bedugul az ország, és sok-sok baleset, nagy dugók, és hát mindenki úgy védekezik tényleg az eső ellen, hogy hát autóba ül, és akkor innentől kezdve elindul a káosz. Van is elég sok közlekedési hírünk, az M6-os 108-as kilométeri pihenőjénél Pest felé a rendőr őrei már méricskélnek, ez GA küldte nekünk. Aztán a 4-esen az Ülőin, a körforgalomnál a gyorsforgalmin befelé BMW az árukban üzente IMI, valamint Mezőkövesd elkerülő 3-as számú főúton még az eső sem akadály, vizes fotózáshoz kezdtek a rendéber őrei, Gyurivár küldte nekünk. A 71-es úton óvatosan most vonulnak a BK-k, ezt Adri küldte nekünk. Aztán Szegeden szakadó eső, viharos idő, vigyázzon mindenki magára. 3-as számú főúton az Egri körforgalom után Pest irányában mérnek, és Pilis Csabán az egyetemnél baleset van, méghozzá gázolás, Istenem, a kapaszkodósáv járható, nagy a torlódás,
ezt többen elküldtétek nekünk, köszönjük szépen. Szigetszent Miklós gyári úton baleset a tűzoltóságnál, a gyári út áll, van valamint kamion az árokban az M1-es Győr lévény közötti Hegyeshalom felé vezető oldalán, Barat küzente nekünk. Aztán csak, hogy ki mennyire húzta fel magát a játékom. Ja. Egy-két SMS, hogy mi viccesen beszólogattunk, hogy na mi van, puhák vagytok? Nem mertek velünk játszani? Már is jöttek jó SMS-ek. Miért játszotok többször nőkkel? Mert tudjátok, hogy ők gyengébbek ebben a játékban? Nem szép dolog. Nem, azért, mert ők jelentkeznek. Ugye? Tehát erre lehet egy ilyen választ is adni, meg egy olyan választ is, hogy ma reggel betelefonált játékosunk, és azt mondta, hogy hello, Anna, Fandi vagyok, szeretnék játszani. Anna meg azt mondta, hogy ám legyen. Legyen. És sok kicsit gondolkodok, igen, többet, nem így. Nem annyira összetett a sztori. Arcoskodtok, de ti vagytok a legnagyobb passzív játékosok, írja egy másik hallgató. Általában mindig kétszavas kérdéseket tesztek fel, és elvárjátok, hogy bőmulatokban válaszoljunk. Másik hallgató. Azért annyira ne legyetek elszállva a győzelmek miatt, hiszen ti állandóak vagytok, míg a játékosok között akad jobb-rosszabb. Ha állandóan 4-5 jó játékosra játszanátok, már nem lenne ennyire sima. Rossi 46 húzza fel magát azon, hogy kicsit felhetszeltük. Hát igen, van ez így. Nekünk se könnyű egyébként ezt földolgozni, tudjuk, hogy nektek se. Ellenkező esetben nekünk is ugyanannyira fájna, mint most ez nektek. Bizonyám, ez nekünk sem. Mi se szeretünk kikapni. Nem. Megértjük, nem, hogy dühösek vagytok, és nem, valahogy ezt most le kell vezetni, de hát most mit csináljunk, nem vagytok elég kemények, akkor most ez van. Hát, nem? Hát, hogy szúrjuk oda még egyet? Puhultok, hát nem mertek jelentkezni, hát most akkor mit csináljunk? Na, milyen lesz? A játékban lennétek ilyen profik, mint a magyarázkodás. Ugye, az SMS írás, az könnyű, de akkor be kell telefonálni és játszani kell. Akkor a fejet. Milyen lesz mi szerda? Nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon. Nagyon jó lesz? Nagyon. És érdekes egyébként, hogy ez a hétfőn a keddi kis beszélgetése a Patrikkal, ugye már élesben megy már ugye a játék, ezért a kellemes kis hétvégéért, Valentin nap hétvégéért a szingliknek, annyira bepörgette a hallgatókat, hogy a webmailünkre folyamatosan érkeznek az újabb és újabb jelentkezések. Nagyon jó csajok írogatnak egyébként, igen. Tegnap én is ott pont álltam Juli mellett, megnéztem egyet-kettőt. Igen. Ezeket küldd el. Pont álltam Júli mellett. Pont álltam fel. Júli van dumáltam másra, és akkor ott mondtam, már egy-két jelentkezőt megmutattam. Hát azért van egy-két díjnyertes jelentkező. Nem is értem, hogy egyébként hogy nem találnak maguknak pasit, mert csinosak, szépek, helyesek. Úgyhogy szerdán hívjuk majd. Illetve nem szerdát. 9 óra után hívjuk Patrikot és mi szerdát. Igen, ezt akartam mondani. Zalaegerszegen szakad a hó, hordja a szél, Ati küldte nekünk, Körmenden is szakad a hó. Jaj, de jó. Mi van már? Hát mondták, hogy a hóhavas eső, mondták. Nincs még vége? Hát én azt hittem, hogy így február közepén már. De ha most jön a java, majd csak figyel. Üljünk át, tudom. Most hát emlékszem a március eltűnésre. Természet. Igen. Hungária Rákóczi felé a Népligetnél a felüljáró előtt 3-as kocs a belső sávban, ez pedig Sisza küldte nekünk. Olvastátok, hogy mit kapnak az Oscar jelöltek? Ja, igen. Annyira jó a lista, hogy erről beszéljünk néhány mondatot, mert imádom. Nagyon-nagyon jók. Hát, ugye arról van szó, hogy az Oscar díj jelöltek, vagy díjra jelöltek, aha, kapnak ajándékot. Nem kevés értékben. De miért? Mert jelölt lettél, és igen, akkor ezzel jár valami. Ha rendező vagy, ha filmrendező vagy, ha színész, ha operatőr, ha világosító, te ha Oscar jelölt vagy, akkor 200 000 dollárú összértékű reklámcsomagot kapsz. Hogy tetszik mondani, 200 000 dollár értékű. 2000 USD, most egy kicsit beesett az USD, ilyen 277 körül van. Se baj. Még így is az, aki még az összeggel. Igen. De hogy érdemes végignézni, hogy mi van ebben a csomagban, és eljátszani a gondolattal, hogy mi mit csinálnánk vele, illetve, hogy majd különböző magyar díját adok, miért nem adnak hasonlót? Mert azért hát sok ilyen nem voltunk, és nincs ilyenfajta bőkezűség. De ennek a negyedes. Nem. Adnak például egy 10 napos utazást Izraelbe, természetesen első osztályon 55 000 dollár értékben. Erre léci, ne írjatok. Igen, most ne szüljetek összeesküvés elméleteket, hogy miért. Tisztelet oda. Igen, tehát hogy miért nem Tenerifére, vagy mit tudom én, nem tudom hova, mert egy Izraelbe. Igen, de 55 000 dollárba mehetsz Izraelbe. Igen, de nem csak Izraelbe mehetsz, hanem mehetsz például egy gyalogtúrára Japánba is. Elmehetsz Japánba, így van, 15 napos gyalogtúrára 45 000 dollárért, tehát megvan, ahogy Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg és Nemes Jeles Lászlót botorkál, igen, valahol Japánban, mert beváltották a kis voucherüket. És hát azért az amerikai rendezők, az amerikai színészek azért milliárdosok. Persze, ezt ő megteheti egyébként is, ha akar menni, de nem csak gyalog, hanem bármivel. Mondjuk ez egy jó kis út lehet, 45 000 dollárért gyalogolsz. 45 000 dollárért egy 15 napos gyalogtúrán
veszel részt Japánban. Hát nyilván olyan helyek, hogy lehet, szent helyekre elvisznek. Nem? Nem? Igen, ott Spielberg, itt nem esetleg Sászló DiCaprio bolyong, érted? Hátul... Leolerlóval egy hanszaplasztó, nem feltört a bokámat ez a rohadt balkat. Igen, elől pedig ki a csaj, akit nagyon szeretek? A Jennifer Lawrence meg sikoltozik, és éppen készül. Istenem, a fucsi! Szaladjunk oda. Na, csak hogy azért tényleg jobban érezzék magukat akár a pasik is, vagy a nők is, lézeres bőrfeszítés $5000. Király! Tehát finoman utalnak arra, hogy oké, ha már kicsit megereszkedett a bőröd, akkor varrast fel, megkezelünk téged $5000. Mint a nem lenne pénzük, tehát az egész egyébként tök fura, de ők nyilván ugyanúgy örülnek ennek a repi ajándéknak. Hát persze, nem? Most $5000 ide-oda. $5000 elmész egy kicsit bőrt feszesíteni. Aztán... Átruházható egyébként, arról nem szól, hogy... Ezt nem tudom. Én gondoltam rá, hogy esetleg rácsörgünk majd... Lacival megbeszélhet, hogy adjon át valamit? Szerintem jó lenne, nem? Most jön a legjobb, limuzinnal hozzák, viszik őket, saját autó, sofőr, tudod, hát nekik tényleg minden van. Most elsősorban nyilván az amerikai rendezőkről, színészekről beszélünk, vannak, akik ugye például nem amerikaiak, tehát ők talán nem élnek ekkora luxusban. Egy éves korlátlan autóbérlési lehetőség. Bárhol a világon. Egy német automárkánál, egyébként egészen pontosan egy Audi, azt hiszem, és nem, azt nem tudom, hogy bárhol a világon, így bemész, nem tudom, Mauritiuson a rentakárba, Leonardo DiCaprio leszáll a repülőn, igen, és akkor kibérel egy a Sixtel egy autót, $45000. Aztán luxus bőrápolókrémek $31000. Kérdezem én, hát milyen bőrápolókrémet kapsz hát 10 millió forintért? Aranyjal dúsított van. Azért az nem Ilcsi, gyerekek. Hát az nem. Az Ilcsi jobb, mert a miénk, de... 10 millió forintért kapsz krémet. Ki viszi neked haza? Hát mekkora krémes dobozok azok? 10 millió dolcsiért. Nem? Hát vélhetően... 10 millió forintért, bocsánat. Ja, vélhetően ezek ilyen aranyjal dúsított, gyémántporos, tehát hogy egy ekkora tége 1 millió belőle. Biztos vagyok, nem? De biztos, hogy nagyon drága, persze. Kapsz még hordozható párologtatót $250. Nagyon jó. Az megvan, hogy Leo megy majd ott a szállással, és viszi a kis párologtatóját, és bedugja a lakókocsiba, amit forgat. A nyilatkozatok miatt kell, érted? Tehát kiszáradt torokkal nem lehet megköszönni a családnak, a művészeknek, stb. A zsűrinek, stb. Folyamatosan kell, hogy egy megfelelő páratartalom legyen a szobában. Nagyon szeretem. Különleges fitness csomag $6250 egyébként. $6250 elmehetsz valami nagyon híres hollywoodi fitness guruhoz, aki téged kicsit rendezed. Tehát az is ilyen 2 millió forintért, egy napi 5000 esével lejárod, meddig ez? Nyilván a csávó órabére nem mit tudom én. Óriási. 3000 forint óránként, mint egy személyedzőnek. Nem esélyes Lászlóot, hogy hívják, 4 ütemű fekvő támaszat. 1 millió étét. Igen. Mondom. Kint a recepció, meg Spielberg két banán turmiszt és egy erőturmiszt cseréli a napi volt cseréli. És török közövel a nyakába megy be a szaunaszertartás. És lök mellére. Igen. És vámpíros mellfelvarrás is van benne. Vámpíros? Igen. Saját vérrel állítólag. Az meg van, hogy Sylvester Stallone, ugye azt hiszem ő is jelölt, hogy nyitja ki, hogy na mit kaptam, vámpíros mellfelvarrást. És így néz, hogy milyen kedves ajánlék. Ez mi az, hogy vámpíros mellfelvarrás? Állítólag a saját vérükkel emelik meg, feszesítik a kebleket. Most de ez egy ilyen új divat Hollywoodban. Én is meglepődtem rajta, ennyire tájékozott vagyok. Véletlenül olvastam róla. És állítólag most ez egy nagyon-nagyon menő dolog. Konkrétan amúgy emiatt szerettem volna rátelefonálni. Felvarrodom elejére. Egységem, és még egyszer gratulálok, persze, blablabla, igen, más, ugye, figyelj. A 2000 dolcs. Kell lesz nekem? Vócseredet. Elhasználtad már? De mi, a saját melled, de a véred, de megemelik a melledet? Igen. Igen? De meglőttyed férfi mellizom is játszik, vagy ez csak csajoknak van? Vagy mondjuk Slynak, hogyha már így egy kicsit nem annyira edzés, lejjebb esik a Rambó izomzat. Az én ötletem volt, Feri, ne repüljél rá, légy szíve. Nem én akarom, nem köszön nekem jó, rögtön rárepültél, bossz. Hogy Hapsi is fölvaratja saját vérre, biztos meg. Elviekben igen. Nem mindegy, hogy hol a melbimbód? Vagy annyira megereszkedik? Tehát elindul lett, mert a csajoknak ugye azért a szegények, hát nekik ez nehezebb. A paliknál ez egy zavaró tényező, 60 évesen beesik a melled? Leesik? Hát valakinek nem. Hát mondjuk Slide zavarja a dolog, de mondjuk például Jack Nicholson nem. Igen. Jack Nicholson, igen. Biztos, hogy örülne. A hordozható párologtatót nagyon szeretem egyébként. Azt nem menni. $1400 még kapsz 3 személyedzést Jay Cardiello-val, a híres wellness szakértővel, aki kicsit átmozgat. Ez egyébként még a fitness csomag mellé van, amit szintén megkapnak az Oscar jelöltek. Meg Cardiello egy ilyen híres? Igen. Igen, az alvás szakértő. Az ilyen csomagokban mindig úgy lehet bekerülni, hogy vagy ugye nagyon drága ajándékot adsz, amit mondtál, hogy 10 milliós a kence. Igen. 10 millióért kaptak
krémet, képzeld el. Igen, vagy úgy lehet bekerülni bájkence a csomagba, hogy valakinek adsz nagyon sok készpénzt. Uh-huh. Ugye? Tehát, hogy valamiért bekerülsz. Igen. A 250 dolláros párolok tartót nem értem. Hogy érted, van egy 10 milliós krémed, van benne 55 ezer dolláros utazás, és a 250 dollár... Valakinek a valakije. Hogy? Hát valakinek benyomta a párologtató cégét valószínűleg. Hát, ez lehet. Igen. A nők egyébként még kapnak szexuális játékszert is. Oh. Egyébként az is meg... Képzeld, amikor elcserélik véletlenül egy férfi és egy női csomagot. És kinyitja, nem tudom, tényleg Leo, vagy kinyitja a Sly, és brutál nagy... És azt mondja, hogy ezerszer mondtam, már nem vagyok meleg. Ehhez képest azért mi nem vagyunk annyira elkényeztetve, azon gondolkodom. Tehát amikor az ember elmegy egy diátadóra, hát itt azért komoly ajándékok vannak tényleg. Miért nem kapunk mi is ilyeneket? Hát amikor elmegyünk egy jó diátadóra. Amikor mi voltunk együtt a Story gálán, emlékeztek? Igen. Amikor megkaptuk a rádiós díjunkat, akkor a kifelé menet, ha jól emlékszem, akkor ott volt valami könyv, amit kaptunk. Aha. Amit nem tudom, lehet, hogy Szalai Vivien. Nem, akkor ő még nem írt. Akkor még írónő volt. Nem. Most már egész más. Most már nem tudjuk követni. Mert hát mint egy kis kolibri. Egyszer írónő, egyszer sztori főszerkesztő, most hírigazgató gyerekek. Hát szuper. Micsoda életpálya. Ki tudja ezt követni? Nem tudták, de miért? Na, szóval ott például mi egy könyvet kaptunk, ha jól emlékszem, és még valami 5000 forintos utalvány. Nem, azt hiszem egy wellness hétvégét kaptunk. Egy másik könyvre. Nem, te kaptál. Nem, ti is, csak kivettem a csomagotokból. Ja. Basszus, én nem emlékszem semmilyen wellness-hétvégére. Nem volt, amire elmentetek 9-en. Ugye az van, hogy elneveznek rólad egy csillagot, ami azt jelenti, hogy valahol, mint te bejelölsz. Ez a nezesemmi fog meg, jól tudod. Ez a leginkább nezesemmi fog meg, ami egy kedves gesztus, meg nem akarjuk őket bántani, meg tényleg tök profil vezénylik le a gálát, meg nem, tényleg nem akarunk neki beszólni, tehát senki ne írja meg holnap, hogy nem úgy beszóltak a sztori gálának, mert nem így van. Tehát helyesek tényleg, meg jó a gála, de arról szól a dolog, hogy te kapsz egy csillagot, vagyis elnevezhetsz magadról, az ismerősödről, a szeretteidről, a feleségedről, a gyerekedről egy csillagot, amit elvileg ők tényleg bejegyeztetnek valahol a Nemzeti Űrhivatalnál, vagy a Nemzeti... Kapsz is róla egy ilyen kis doksit. Egy van. Kapsz egy de képet, tavaly ez már nem volt. Kapsz egy képet, hogy azt abban a rendszerben, itt a tejútban azt a csillagot úgy hívják, hogy nem tudom. Ahogy te akarod. Ahogy te akarod, igen. Na most valamiképpen a kutyámról neveztem el, és akkor Jodának hívtam az egyik csillagot, csak azóta van egy Joda nevű csillag, de hát mindig nézem az eget, nem találom. Állok is térképpel, az is semmi vagy. Hát mi ott tavaly előtt voltunk utoljára, szerintem egyébként tényleg utoljára, és akkor nem adták. Hitű. Minden évben úgy megyünk, hogy utoljára megyünk, aztán valahogy ott csak csúran. Én nem tervezem. Én jól laktam ezekkel a díjakkal, már köszönöm szépen, meg vagyok. De tavaly előtt nem volt. Nem volt már csillag. Vagy te kaptál kettőt meg. Vagy elfogytak. Igen. Elfogyott a tejútból az összes. Már mindenki annyit kapott, hogy elfogyott. Igen. Meteoritot neveztek el. És ugye fehér kesztyűbe lehetett megfogni a díjat. Igen. Tehát itt ilyen van. Itt Magyarországon itt csak, hogy drága hallgató, képzeljétek el, hogy itt nincs egy éves autóbérlés. Nem szeretik, hogy összefognos. Ez még az Omolár kezdte el, hogy fehér kesztyűvel ugye felhúztad menet közben a fehér kesztyűt, és kimentél, és úgy vetted át fehér kesztyűben a díjat. De szép volt. Is. Aztán később megértettem, hogy miért van ez, mert a csillagok rajta maradtak a kezemen, és ott kellett hagyni a díjat. És később kiküldték, most ez konkrétan ez tört. Igen, lejött róla. Igen. Na, de hogy tényleg, ha már prospektusokról, meg mindenféle ilyen ingyen dolgokról beszélgetünk, akkor nézzük meg azt, hogy nyilván mindenki tudja ennek, vagy vannak azok a típusú emberek, és ezen gondolkoztam, akik ugye ezt egész egyszerűen mesterien űzik. És nálunk is, amikor elmegyünk egy-egy kitelepülésre, akkor pontosan tudjuk, hogy ki az ajándékvadász, nyereményvadász, kuponvadász, van 100 bögréje, van 600 egérpadja, de mindig ott áll Nyíregyházán az első sorban, ott van Budapesten, és konkrétan megöléssel fenyegeti a hosszeszlányokat, ha nem kap valamit. És szerintem minden családban van egy ilyen, akitől, ha elvennéd a pénzt, és azt mondanád neki, hogy egy hónapig nem kapsz semmit, se pénz, semmit, egy hónap múlva kipihenten, meghízva, napbarnitottan jönne vissza, mert arra gondolok, hogy vannak olyan emberek, akik mesteri módon űzik azt, hogy ha nem is egy Oscar-gálán a kuponokat hogy kell felhasználni, de hogy kell minél több helyen, minél több mindent ingyen megszerezni, úgyhogy ez ne kerüljön semmibe. Az megvan ez az ember típus, aki ugye úgy él, hogy
hogy tényleg semmilyen pénzt nem költ, de mégis azt látod, hogy ezzel utazik, ezt itt megszerzi magának, oda ingyen jár enni, itt van egy szoli bérlete, úgy ül be egy autóba, hogy ne kelljen előre ülni, mert akkor nem ő fizet, hanem azt fizet, aki elől van. Az ebédnél úgy veszi elő a pénztárcáját, hogy már összedobták a kasszát, és már mennyi az? 1000? Már csak 500-at kell betenni, mert már tudod, hogy több van. Minek ismeri ezt az embert? Nem? Aki ezekből a kuponokból, amit Leo például kap, évekig meg lenne. Cserélne, eladná, és csencselne belőle. Szóval az ingyen élőkről beszéljünk egy kicsit, mert ez egy jó téma, szerintem. Hát nálunk van egy egész osztálya. Nem, aki ezen dolgozik, hogy meg tudjuk élni. És az a durva, hogy bocsánat, csak még ez a sztároknál is megvan. 5 nevet tudnék mondani. Aki repi hétvégével bizniszel mindig, igen, ingyen autóért kanyhal magának, és jár a különböző BMW-hez, jó, Audihoz, de hogy nem kérik, elküldik, de visszamegy az a kulcsukon. Wellness hétvégére jár. Berki Krisztián, mondjuk ki egyébként nyugodtan. Miért kanyhai az autót? Tőle, kapja valaki? Hát jó, persze. De valami haverja. Én őszintén szólva, én ezt láttam a Fridinél, amikor ben volt, hogy ő ezt elmesélte, láttam és hallottam, elmesélte, hogy ő gyakorlatilag semmiért nem fizet. Ő mindent valamitől kap. Valahogy kap, vagy valakitől kap. Aha. Valamiért. Hát, de itt is van különbség híresség és híresség között, mert ha megkeresek, elfogadod, és örülsz de neki, de van az a típus, aki utána megy. Aki két hetente wellness szállodában, és ott mosolyog a családjával, mert ingyen kapja, kikönyörgi magának az autót, és hívogatja a szponzorcégeket, tehát hogy tulajdonképpen fizetés nélkül is bőven megél. Kéne hétvégére egy mikrobusz, csak most mondom, na, valakinek. Mikrobusz? Akkor én is egy mikrobusz, igen. Mentek ölni állatot? Az éves férfi tevékenysége. Ja, bármilyen téma mindig oda jövünk. Nem emlékeztem, én csak egy mikrobuszt kértem, ha valakinek van beszélünk, és az a megszállás vége, hogy megint meghal egy malac. Nem egy. Komolyan mondom, nem hiszem el, hogy minden témával oda lyukadunk ki, hogy meghal egy malac. Éves férfi program már, hogy a moslékból kiemelték a kis konnektorórukat. Ki van soron? Rólunk beszélnek. Tehát most, drága hallgatók, ne azt írjátok meg, hogy a sztárok között tényleg ki van ingyen élő visszatérve, hanem a ti környezetetekben ki a legnagyobb kuponvadász, aki tényleg akár képes lenne egy hónapig is pénzköltés nélkül élni. Vagy azért, mert jól spórol, vagy azért, mert soha nem veszi elő a pénztárcáját, vagy azért, mert ezeket nagyon jól használja föl, vagy azért, mert spúr, és egyszerűen nem hajlandó soha fizetni, és mindig odaér, mindig ott van a vacsorán, mindig bejut a moziba, mindig jut neki pattogatott kukorica, de soha nem látott fizetni. Ez egy képesség szerintem. Nem? Ez egy adottság. Igen. Tempóérzék, ritmus. Igen. Hogy majd én fizetek, de már tudod, hogy kifizették. Megvárod, míg összedobjál a vacsorát, és akkor teszi bele, mikor már nem kell. Elmegy WC-re. Nem akarok haza beszélni, de azért talán a kuponvadászat az nem feltétlenül ugyanez a kategória. Az önérzet megszólalt. Srácok, egy nagyon picit gondoljatok például a kedvesetekre, vagy a feleségetekre, vagy a barátnődökre. Nekem nem eszik. Mert azért valljunk őszintén, van egy csomó olyan női magazin, aki például nagyon jó ilyen kis mindenféle kis kuponakciókat szervez, rendez. Én tudom, hogy a hölgyeknek a nagy rész, a 90%-a utazik. Nem, igen, most nem arról beszélek, hogy van egy DM kártyád, vagy akármi, és arra gyűjtesz, és akkor abból ingyen vásárolsz, hanem aki úgy él ingyen, hogy látod rajta, hogy nem tudnád megcsinálni. Hogy nálalassabban senki nem tudja elővenni a pénztárcáját. Na, akkor majd legközelebb. Igen, legközelebb én vagyok. Majd visszahívlak. Például az a Békés Szabai szomszéd asszonyom, aki az összes postaládából csipesszel halászta ki annak idején. Na, én ilyenekre gondolom. A Békés Csabán akkor megnyíló McDonald's-nak az első nyitónapjára szóló kupon. De nagy. Nem lehet annyi hamburgert megenni. Nem. De összeszed. És azt látod, hogy csipesszel az összesből húzza ki a izét a nyitó bulira szóló hamburger kupont. Na igen. Ez egy szennet. Világháborút. Értem, de mi is. Lehet, hogy mi is elmennénk, érted? Vannak a termékbemutatókon ott üldögélő rokonok, nagymamák, nagypapák, akik tényleg kapsz 8 órás előadás után egy izét, egy Coca-Cola-s férőt, nem tudom, ilyen brandinget, bögrét, és embered, nagypapád, anyukád, tesód ott ül a termékbemutatón, tessék őket bemártani nyugodtan, hogy kapjon egy darab üvegporrat. 8 óráig bóbiskol, végigüli, de jön haza és megmutatja, hogy megkapta a 150. üvegporrat. Ott áll a kiállítás
vásárol a 80 milliós Lamborghini traktor előtt, végighallgatja az előadást, aztán elmegy 40 kiló prospektussal, amit aztán beköteged és elvisz a mély. Na, úgyhogy ezt írjátok meg nekünk, jó? Hogy ki a környezetetekben, a családotokban, tessék egy kicsit árulkodni, a tehetséges ingyen élő. Jó, ezt keressük meg. Akik... Engem ne írjatok. Nem, most igen, csak már jönnek az SMS-ek szerintem olyan. Igen, persze, igen, én vagyok az, jó, ez megvolt, én ki vagyok pipálva, jó. Jó, a mi környezetünkben is van ilyen, de most vonatkoztassatok el Janitól. Most a ti környezetetek. Oké, meg vagyok, jó, talált pénz. Ne foglalkozzatok vele, most más írja. Így van, most Jani, hagyd menjen el, hadd egye meg a repi tortáját, amit tegnap kapott valahol, jó? Addig ti pedig írjatok és márcsátok a saját családatok. Jani, nem érzed magad gyanúsnak? Igen, jó, most egész reggel Janiról fogtok beszélni. Igen, szerintem Jani. Jó, most akkor én meg vagyok. Akkor most mindenki nyalja meg a mutatóját, és lapozzon egyet, jó? Köszi. Vegyétek ki a sablomból a Jani szót, amit beírtatok, a majd visszahívlak, nem tudok beszélni, Jani, jó. Te vagy az. Most vakarhatjátok a fejeteket, hogy vajon kit írjatok? Jó, keressük a legnagyobb ingyen élőket. Család, barát, környezet, ismerős. Jó, Janit hagyjátok békén. 8:03, jövünk az SMS-ekkel, Ákos híre után. 3:48 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jó reggelt mindenkinek, körben szakad a hó. 3 centis hó van már. Magos küldte nekünk. Ez jó hír, én szeretem, amikor havazik. Hát csak egy, jó. Ebben a plusz 7 fokban. Igen, csak nagyon gyorsan elfog, így van, olvan, és fekete, így latyak lesz belőle. Szutkos retek lesz az egész. Na hát aztán nektek lehet mondani. Tudunk élni, mi? Hát de aztán visszahúzzátok az embert. Egyébként az a sötétség, ami kint van, az most kínél, elhúztam a függönyt, és hát átláttam a rácsokon, nem sokat, elég vastagok ezek a rácsok itt az ablakon, de elképesztő. Tehát végítélet. Szerű sötétség. De nem baj. Hát persze, lesz még tasz, tudjuk. 4-5 hónap és itt a meleg. És nem kis meleg lesz. Nagyon meleg lesz. Igen. Tényleg így van. 4-5 hónap és jön a jó idő. Jön a jó idő. Viszont akkor meg már rövidülnek ugye a nappalok. És mi vagyunk a negatívak, tényleg. Tényleg, épp hogy elkezded olvasni, élvezni, erre jönnek a meteorológusok, és elmondják, hogy a leghosszabb éjszaka, ahol akkor rövidülnek a nappalok, és így néz a júniusban az ég, hogy még ne legyen most, légy színe, csináljátok, ne vegyétek el ezt a jó időt, de már rövidülnek a nappalok. Én azt javaslom neked, hogy ezt fogadd el. Ez nem fog sajnos változni, nem, mert sajnos nem. Ezt megnyertük, nekünk ez jutott. Így van. Na nézzük a hallgatói SMS-eket, ki mit ír, mert ugye arról beszélgettünk, hogy az Oscar-díj jelöltjei 200 000 dollár összértékű reklámcsomagot kapnak. Kicsit irigykedtünk is egyébként, autóbérlés, 10 napos utazás Izraelbe, gyalogtúra Japánba, bőrfeszítés, hordozható pároloktató, nem értjük, fitness csomag, luxus bőrápoló krémek, 10 millió forintért, tehát elképesztő, amit kapnak. Nyilván egyébként megérdemlik, annak ellenére, hogy... csak ezért csinálják a filmet, hogy megkapják. Ez egész életükre szóló, hogy hívják, arckrém kupon. Kőgazdag emberekről van szó az esetek nagy többségében, ugye, ha csak nem valaki tényleg, mit tudom én, első filmes rendezőként van ott, akár például, ugye, mint a mi büszkeségünk például. De hát azért érdekes, hogy a sztárok mégis tényleg ilyen 10 milliós, 20 milliós ajándékokat kapnak. És arról beszélgetünk, hogy azért nálunk is vannak a nagy gyűjtők, a nagy ingyenélők, akik ugye hát szeretnek odaérni azért a mézes bödőhöz úgy, hogy ne nagyon kelljen a saját zsebükbe nyúlni, és ezt tökére fejlesztették. Igen, Sylvester Stallone se akarta szétvarratni az arcát, csak hát ott volt az a sok kupon. Mondjuk szerintem ő először a mellfelvarrást és a lézeres bőrfeszítést, és ő ennek örül a legjobban. És van olyan, hogy cserélnek? Hogy, biztos, hogy te slime, nem akarod vinni a mamát erre a gyalogtúrára Japánba, mert de. Akkor... Az megvan, hogy Spielberg a kis bőrápoló krémekkel megy az Oscar gála vacsorán, és megy körbe, és cseréljük. Vedd már meg tőlem fél áron. Leonardo, Jennifer... Valaki? Nem? Senki? Nem esélyes? Igen. Na, egy dunántúli rádióban dolgoztam, ahol az egyik riporter, azon kívül, hogy minden ingyen cuccot összeszedett, az evős bulikon a zakó zsebébe rakta a kis zacskóban a majonézes kukoricát, virslit és a salátát nyáron. Ábel voltam, sziasztok. A szomszéd emberünk 800 ezeret viszel a volt párjától, azt mondja, egy forintot sem kapott, két gyerek anyja, még a gyerek elől is eleszi a reggelit. Mindenkitől pénzt kér, taxisnak ígért szerelmet, csak hogy ingyen vigye. Nem dolgozik, csak a pénz kell neki. Egy igazi ingyen élő. Ajajajajaj. Azt mondja, aki küld ilyen ismerőst, kap valami ajándékot? Kérdezi valaki. Jogos a kérdés, igen. Aztán haverom paterja mértem, 14 percig méregette a hálós narancsot, hogy melyik a nehezebb. Mindenben ilyen spúr.
zseniális. Van egy hallgatónk a vonalban. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Vissza vagyok. Hello, picit lehakítod a rádiót? Vagy ez a riasztót? Vagy a riasztót? Vagy szólsz a rendőrnek? Ja, most láttam le a villamostól, elnézést. Ja, semmi baj, oké. Na, te kit akarsz egy kicsit bemószerolni? Ki a nagy ingyen élő? Hát az én fiam. Ezt már szeretem. Az egy hihetetlen. Hát el szokott menni bulizni, mint minden fiatal, és általában ilyen jó kis kommerc italokat visz. Aztán mikor hazajön, akkor érdekes módon többet hoz haza, mint amit itt, és mellékesen drágábbakat. Az jó. Óriási. Zseniális. Jó érzéke van. A legálló, amiket visz italokat, az úgy viszi, hogy a haverjaival összefognak, összedobják a pénzt, a fiam veszi meg az italt, úgyhogy neki alig kerül valamibe. Na, ez jó. Nem? Ügyes a gyerek. Tehetséges. Tehát elmegy egy 300 forintos bébépesgővel, és hazajön egy asti csinzánóval. Vagy egy bébépesgővel. Két deci sütőrummal, aztán visszajön egy VSOB-ba. Igen, elvisz egy Éva Bermutot. Igen, ez egy 36 éves, nem tudom milyen töltyfa érlelésű, nem tudom milyen viszki. Annyira nem mernék fiatalokról van szó, de tényleg nagyon tehetséges, hóvégén ő szokott kisegíteni, ha megszorulok anyagilag. Nagyon jó. Lehet, hogy mondjuk úgy segít ki, hogy azt a pénzt is tőled veszi el hó közben. Tehát te nem is tudod. Uzsora kamatot kér? Kamatot nem, szerencsére. Hát igen, ez tehetség kell, ez egyfajta ember tudja ezt megcsinálni egyébként, tényleg, abszolút. Abszolút így van. Krista, köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra, ciao. Hello. Nem, élelmes kisrác. Ügyes a gyerek, tehetséges. Kérdés, kire ütött, ugye? Nem annyira, mert ugye neki kell kölcsön kérni jó hónap végén. Igen. Én nem ismerek ilyen ingyen élőt, amúgy üzenetírása és hívása mindig más telefonját használom, mert nem akarok még erre is költeni. Végigültem egy termékbemutatót 4 flakon testápolóért. Nagyon beváltak, mint gépzsír. Jó használod. Egy barátom régen mindig azt csinálta, hogy kért egy cigit a társaságban, és ha senkinek nem volt, előhúzta a teledoboz cigijét, majd ha kértünk tőle, azt mondta, hogy nem tud adni, mert be kell osztani a 2 napra. Ez a cigis adok-kapok, ez is egy jó dolog, igen. Életem párja minden egyes kávéhoz 20 darab kocka cukros vagy édesítő zacskót vesz magához, ezeket itthon használja el. És van olyan ismerősöm, aki a zacskósakat, a kicsit, ugye ez ilyen 5 gram, azt hiszem 5 gram cukor van a picibe, hazaviszi, mert van olyan étterem, ahol kiteszik, többet tesznek ki, tehát nem egyet kap a kávéhoz, kibontja, és összeönti befőttes üvegbe. És akkor van 1 kiló cukrot egy idő után. Nem, és elviszi az édesítőket is? Azt nem szereti, csak a kis cukrot. És beleönti? 5 gram, de úgy, hogy az étterem mi asztalról az egészet leveszi, tehát mint 20-at, és otthon szépen egyesére kibontja, összeönti, kupak rá is kész. Megvan a cukor. Felháborító. Meg egyet haza szoktam én is vinni. Milyen emberek vannak? Milyen? Ha igen. És mennyi új ötlet? A kutyafárad még azért, te se ismertél minden. Egy már jegyzetelnem kell. Bankban dolgozunk, jól keresünk. Régebben még fizette az uszodát a bank, hogy eljárhassunk úszni. Volt egy kollégánk, aki minden nap bejárt zuhanyozni, de nem úszott. Az milyen? Letusolsz és az a... Letusolsz és megsporolod a zuhányt otthonra, igen. Emellett Horvátországban állt a saját hajója. 10 évig mindig ugyanaz az ing volt rajta, ami nem baj, mert lehet, hogy nem szeretett öltözködni. De amikor van egy uszodabérleted, elmész, villamosozol, autózol, ott lefürdesz és hazavész. Viszont van hajó, a horvát tengerparton. Hát, valamiből össze kellett szedni, igen. Van még egy hallgatónk, aló, jó reggel. Sziasztok, Anita vagyok. Hello, Anita. Szia. Na, mesélj nekünk. Hát apukám még egy pár éve, 6-7 éve voltak síelni, és egy színész is volt a baráti társaságban, és nem mondom ki a nevét, mindegy, az a lényeg, hogy hát konkrétan soha nem fizetett egyszer sem a vacsoráért, mert kitalálta, hogy a tárcáját fent hagyta a szobájában, vagy megtűzte a haverját, hogy akkor most fizessen, legközelebb ő fizet, és ők jártak egyébként együtt Wellness fürdőbe is, és ott se fizetett soha. Tehát ezt konkrétan egyébként tudni erről a színészről, hogy soha nem fizet. Híres magyar színész? Igen. Na, ne csináld, hogy nem mondod el. Férfi? Azt nem, férfi? Nem. Férfi, igen. Nő? Férfi. Jó, nem akarok összezavarni, hát a véletlenül összezavarod, és kimondod. 50 fölötti? Igen. 50 fölötti gyerekek, abban még van egy jó 300 körül. Humorista is, azt hiszem, hogy érkezik. Humorista is. Tévésorozatban szerepel? Szerepelt. Ilyen most nem nagyon nézek tévét, de szerintem nem. Nem, és humorista is.
Bajuszos? Jó, ha nem aha. akarod, nem mondjuk ki, ne erőltessünk valami olyanba. A heti hetesbe benne van? Azt az SMS-em egyébként, abban benne van a neve. De egyébként azt hiszem van hajója is. Hajója is? Hát valamiből össze kellett szedni. Hát ha az övé. Hát, ha nem csak felköltözött valaki hajójára, és mindig, mikor jön a tulaj, beugrik a vízbe, és átveszik egy másikra. Nem lehet tudni. Anita, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Puszi, hello, ciao, ciao. A kollégámmal 5 éve dolgozunk együtt, 40 éves elmúltam, hogy nem fizet semmiért, még pénzt sem láttam nála, ezt kaptuk SMS-ben. A kollégám állandóan Zalaegerszegre jár üzemi konyhákra és éttermekbe szervizelni, mert tudja, hogy ezeken a helyeken tutira megvan az aznapi ebédje. Az milyen, amikor így választasz, nem? Hogy hova menjél? Igen. Pesten egy nívós kiállításról még a zöld műfüves szőnyeget is elhoztuk, hogy a pirosak se unatkozzanak, amit tavaly vittünk. Természetesen a kis cukorkákat is begyűjtettük minden standról. Hát, gratulálok. Stand, tényleg, az megvan a nagy prospektus gyűjtő? Külön kim vagy egy kiállításon, egy expón valahol, és azt látod, hogy van egy stand, ahol mit tudom én, 3 millió forintos jacuzzikat árulnak. Vagy hajó kiállítás. Tehát olyan drága, ahol az ember azért nem úgy megy, hogy veszel egy jacuzzit, egy hajót, egy autót. Jön az emberünk, és 2 40 kilós Lidl szatyorra gyűjti be a 4 milliós jacuzziról a 6. prospektust. És tudod, hogy valószínűleg nem fogja szegény megvenni, de ha lenne pénze, se venné meg. Tehát nem arról van szó, hogy rossz ember, hogy nem tud ilyet venni. Mit csinál vele? És úgy megy ki a 7-es buszhoz, az expo járathoz, hogy 4000 kilót visz, majdnem megszakad. Mit csinál? Már gyúlik a karja. Mit csinál az a macska alom lesz belőle, ha föltéped, ha szépen fölcsíkozod őket. Most csillog a szemed, mi ezt nem hallottál még irány, ilyet, papírból macska állom. Irány az expo hétvégén. Nem van nekik. De tényleg fölcsíkozod, és akkor arra szépen a macsesz oda bent. Vagy, te érdekes. Vagy van ebben kupon, és az, de ezekben nincs kupon, ne, ezek ugye ezek ilyen bemutató prospektusok. Hát meg ha lenne kupon a jacuzzihoz, azért tehát hozzá a jacuzzi baszol. Szerintem ez egy egyszerű tudás, Szami, mindent akar tudni az otthoni szaunákról. Az otthoni szaunákról, autókról, jacuzzikról, nem tudom, téli síutakról. De tényleg is van ez a típus. És látod, hogy ő neki mindegy, hogy milyen kiállítás, ő jön prospektus gyűjteni. Így van. Ugye? Mindenhonnan összeszedi. Míg a síutakat megértem, mert azokban szép tájak vannak, tudod. Azt így lapozgatja, ha? Megnézi, álmodozik. Igen, egyébként érdekes. De a pneumatikus gépekről szóló katalogusok már azért annyira nem. Mi az Isten csinál vele? Igen. Na jó, nem tudjuk ki a színész, illetve én már megtaláltam közben az SMS, de ha nem akarta bemondani a hallgató, nem mondjuk be. Jó. Hát nem is ő mondaná be. Mi? Tessék. Én hátrébb mondom, mindig rólam van cikk, hogy beszóltam, elmondtam. Tessék, na? Várjál. Azt mondja, hogy... Nem mond be. Nem találtam meg. Én igen. Most miért bántjátok a hajóst? Nem a hajóst, hát a hajóst nem színész. Na. Hát igen, ez egy különleges képesség. Köszönjük az SMS-eket, játszunk. Itt van a játékosunk már is. A kérdés, mit mond Dóra? Megvan. Megtaláltad? Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vácsigyellán, mime? Aki válaszol... Halló! Sziasztok, Idgam vagyok. Idgam, Magdi. Hello, Idgam, Magdi, hello. Szia. Ciao, Magdi. Mondom, hogy miből tudsz választani, jó? Jó. Város, híres, nincs szólásmondás, vagy tárgy? Hú, város. Ez baromi nehéz lesz. Jaj. Tárgy. Megnézzük, mehetünk? Mehetünk, igen. Óra indul, figyelj, így szól, hallgass meg. Sulkimt neszőtrev. Hú. Traf. Solkim. Traf. Solkim tnesző traf. Traf. Jó. Megvan. Megvan. Traf a vége. Sző traf a vége. Sző traf. Solkim tnesző traf. Solkim, az pedig ugye... Az pedig a vége. Igen. Na, itt a Solkim tnesző traf. Nem áll. Mondj valamit. Békés csak. Kaposvár. Tref. Visszafelé. Nem ugrik be. Tref. Tref. Ugye, és ő tref. Pedig ez nem volt nehéz, ő tref, az ugye fertő, és akkor ott volt a Solkim a végén, az Miklós. De ezt most össze lehetett tenni. Fertőszent Miklós, Solkim tnesző tref. Így van. Fertőszent Miklós, Solkim tnesző tref. Így van. És ezt most jól mondta. Na. Igen. Nincs ajándékcsomag. Hát,
Sajnos. Talán majd egyszer legközelebb. Bízunk benne, hogy lesz ilyen, Magdi. Jó? Hát, reméljük. Honnan hívtál minket? Én Nyíregyházáról. Szakadó eső, szakadó hó, mi van nálatok? Igen, eső. Kitartás nektek is. Jó? Hát, köszi. Ciao, puszi. Sziasztok. Hello, hello. Az a durva, hogy több hallgató elküldte a színész nevét. Nem á. De többen tudják, hogy kiről van szó. Nem tudom, hogy egy társaságba járnak vele, de hogy megérkeztek a megfejtések, és jó megfejtések érkeztek egyébként. Nem mondjuk, mert nem akarjuk bántani, nem szemétség lenne. Annélkül, hogy valójában tudjuk, hogy ez most tényleg így van, bár hiszünk a hallgatóinak, de így valakit megvádolni, az szemétség lenne egy országos rádióműsorban, nem? Nem akarom. Hát mondjuk azt, hogy hallgatók írták, tehát az egyik kedves hallgatónk azt írja. Ne. 4 percen pontosan 8 óra puhulunk, gyerekek. Nem, ezt még 5 éve úgy bedurrantottuk volna, öregszünk már. Gondolunk a jövőre. Nem, mert ez nem jövőfüggő. Mi színész akarsz lenni? Igen, vagy mindig szeretnék vele játszani egy musicalben. Mire pályázol a nemzet színészére? Nem, öregszünk, és kezd az empatikusabb érző lényünk talán felébredni. És nem akarunk már mindenkit. 5 éve még bedurrantottuk volna. 4 perc, 8 óra jövünk a hírek után. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Csak slágerek! Klassz FM! A legjobb! És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning show. 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Jó reggelt kívánunk! Minden hallgatónak itt vagyunk a Nickelback után. Maradt még bennük valami. Maradt még bennük valami. Egy kis rock, így van. Igen, lemezenként egy. Igen. De tényleg. Most... Ők nagyon jó kis zenészek egyébként. Jó a szám. Függetlenül attól, hogy most milyen trendet lovagolnak meg, ők nagyon jó zenészek. És élőben még mindig azért utolják, hogy kell egy tolni. Ők játszottak már itt nálunk? Szerintem igen. Kellbek? Igen? Biztos? Igen. Itt már igen. Minden, ahogy azt mondta, hogy itt már mindenki itt játszott. Itt már mindenki eljöhet, itt már mindenki fölépül. Az ország játszott, itt már bármi történt. Itt már minden szabad. Szabad egyébként. Ja, lesz. Idén lesz például Maiden is, lesz Slayer is. De jó lesz. Én nagyon várom lesz a Szabát is. Scorpions együttest. Te láttam a plakátot. Fie ők apám, azért. Fie 70 plusz az ennek a Scorpions. Nézzél már meg tőlük egy koncertet, ezt akartam mondani, hogy 70 plusz, 80 éve, a 70-ből 80 éve színpadon vannak. Udo Dirkenstein, vagy hogy hívják az énekes, nem tudom. Aha. Mindegy, mondtam egy németes hangzású nevet. Klaus Meine. Udo Brinkmann, professzor. Igen, Selma Lagerlöf. Akire te gondoltál, az az egykor énekes, a Udo Dirkschneider. Nem őrült. Én nem mertem gondolni. Figyelj, úgy szántja fel a csávó a színpadot, zseni, hogy így zseni. Nem hiszed. Nem hiszed el róluk, hogy? Tehát honnan van ez a vitalitás? Én esküszöm, hogy én meg vastagon teszek rá. Az ők is nagyon jó. Mondj az ismeretségi körödben egy 70 évest, akiben közel ennyi vitalitás van, hogy azt mondja, hogy 2 órát a színpadon úgy tölt el, hogy spárga föllerohangál és énekel a csávó végig jól élőben. Mondj egy 70 éves. Tudom, anyukád. Nincs ilyen ismerősem. Érted? És nem a Hard Disk Recorderről jön a hangja. Igen. És énekel, ezt mondom. Az ember énekel, zseni. Meg a hihetetlen genetikájuk van, tehát felfoghatatlan. Hát ott valaminek kell lenni. Szerintem ők átvették Sly-tól az Melfervarót, vagy nem tudom. Vagy ez a sok cucc, amivel kár teszem magukban, az egybe tartja őket. Tehát ez valahogy az egyben tart. Egy idő után már nem árt, inkább egyben tart, tudod. Összerántja. Igen. Árpád Budai hídfőnél nem működnek a jelzőlámpák. Egyre nagyobb a káosz. Az M1-esen Hegyeshalom irányában, a Mosonmagyaróvári letartóztatásba, ezt nem értem, kamion az árokban, minél rendőrség a helyszínen, a forgalmat nem zavarja, még Tasi küldte nekünk. Aztán... Basszus. Aztán, hát igen, nagyon kapjuk. Balesetet, milyen mondom, az M5-ös bevezetőben a bevásárló központnál dugó, Orsi, köszi, hogy elküldted. Gyűrújfalú belterületén Szürke Oktáviából éberék éberen figyelik a munkába menőket, Atter küldte. Valamint Kiskunfélegyháza után Kiskun ma és a felé mérnek a rendőrök, Csabesz. És egy-két SMS. Gyáva kommunista nyulak vagytok, ha nem mondjátok meg, azt a smuci színészt áttekerek a Bartokra. Na jó, nem ma. Tudod, Balázs, nem az élet kemény, hanem ki az, kivele? Mondjátok el a nevét visszafelé.
rohadékok vagytok, hogy nem mondjátok be a színész nevét. Legalább a vezeték nevét mondjátok már. Legalább a monogramját. Mondjátok már meg nyugodtan, Farkas ez egy tivadar, vagy nem, kérdezi valaki. Mondjátok meg, vagy különben. Gyerekek, puhultok, nincs már elég vér a pucátokban, nem meritek megmondani. Lehet, hogy így van, egyébként tényleg öregszünk. Na most miért bántsuk? Meg tulajdonképpen, mint színész. Az a baj, hogy a vezetékneve az nagyon ritka, a keresztneve is. Uh-huh. Tehát, hogy nem egy Gábor, akiből azért sok van. Tehát, hogy én nem akarom bántani. Aha, de a keresztneve az nagyon elterjedt. Mi is gyakran felemlegetjük. Őt, őket. Meg mi kit emlegetünk? Vagy mire a keresztnevét. Jó, hogy a keresztnevet sokszor mondjuk. Igen. Főleg te. Nem is ő. Tegnap is írtak. Jani. Írtak, hogy miért, mi bajod van neked velük? A Józsikkal. A Bélákkal, a Józsikkal is rögtön kíván. Na, most egy kicsit segítettünk, jó? Na. Vagy Józsi, vagy Béla. Igen, vagy egyéb. Vagy egy. Hát meglátjuk. Ezt kitaláljátok-e? Egy picit segítettünk. Na, basszus gond. Nem, semmi gondban vagyok egy picit, mert most fel akarok tudom, hogy most van egy ilyen lehetőség, és ráadásul felvetett reggel egy ilyen másik lehetőséget a Feri, hogy mire költsem majd azt a 15 000 forintot, amit ugye megkeres majd nekem a gyerek a 4,5-es átlag, és úgy hallottam, és van egy ilyen lehetőség, hogy fel tudok ugrani majd a Nemzeti Galériába, mert kinéztem magam, én nagyon szeretem, hogy az egri nőket, Székely Bertalan egyik festménye, csak az a baj, hogy nagyon magas, 2,27 x 176, és nem tudom, hogy a mibel magasságú, vagy az befér-e majd a nappaliba. És 15-ből lehet ott hozni havi 15-ért? Ugye? Vagy hát ez az egyik. Amit el tudsz hozni. Igen. Csak nem fér be. Tedd a plafonra. Tedd végül és is nem rossz. És ágyból egri nőket ágyból nézheted. Aha. Na. Vagy a parkettál, és akkor körbejárjuk majd. Ne, ja, mondjuk nem, mert sérülhet. Na mindegy, szóval ilyeneken dokondolkodom mostanában, mert tudom, hogy hogy mit bérel. Hogy esetleg megoldható. Itt vagyok, mondtatok valamit? Most jöttem vissza, megcsináltam egy forró teát. Szólt valamiről, vagy csak közlekedtünk? Nem, nem, csak beszélgetünk. Hát gyerekek, igen, kemény ez. Hallottátok Lajcsit? Hogy nem csukják le? Itt vagy? Itt vagy valahol? Mondott valami? Itt trombiták a folyosón. Igen. Igen, nagy örömhír van most. Örömhír van Lajcsival kapcsolatban, mert állítólag nem viszik vissza előzetesbe, vagyis hát... Mert nem találják? Igen, elbújt a birtokon. Annyira lefogyott, hogy nem látszik. Szabadlábon védekezik, nem találjuk. Nem, elbújt a színok az albögé. Igen, a birtokán. Nem, hogy nem viszik vissza. Tehát, hogy... És akkor rögtön elkezdtem gondolkozni, hogy akkor az eddigi az járt-e neki, az eddigi, mert az előzetest arra szabad van, akkor... maradhat, ugye, tehát igen, nem viszik vissza előzetesbe. Igen, az előzetes meghosszabbítása az olyankor lép életbe, hogyha még van olyan dolog, amit ő kint eltüntethet, tehát bűnjel, akármicsoda, érted? És akkor most nincs ilyen, azt mondják, nyilván fölmerül a kérdés, hogy miért eddig volt, vagy akkor eddig se volt, és akkor ez a hány napot volt bent? 125, igen, akkor az jogos volt-e? Vagy most elkezdi a Lajcsi azt is feszegetni, hogy oké, srácok, hogy most nem visztek vissza, nagyon jó, de hogy eddig miért voltam bent? Van-e erre lehetősége? Vagy most megvárja a vádemelést? Hát most meg kell várni a vádemelést, hát, ugye most a másodfok közölte, hogy helybe hagyja az első fogú döntés, vagyis nem kell visszamennie. Amit te is mondasz, hogy nem hátráltatta a nyomozást, nem vesztegeti be a tanukat, nem befolyásol senkit, nem tűnik el. Tehát, hogy ugye ezért szoktak valakit előzetesbe tenni. Nem tüntet el a tavat. Nem érdekel, a tavat, nem a bizonyítékokat megsemmisíti, befolyásolja a nyomozást, hátráltatja, megvesztegeti a tanukat. Ez nincs, úgyhogy ettől még vádemelés persze lehet, csak nagyon, én nagyon kíváncsi vagyok erre az ügyre. Tehát folyamatosan olvasom a híreket, hogy mi lesz ennek a vége. Lesz-e valójában vádemelés, és ha lesz, akkor azt mire alapozzák, vagy nem lesz? Ha nem lesz, az is egy nagyon érdekes dolog. Mert akkor miért van valaki 138 napot előzetesben, majdnem az év egy harmadát, ugye tulajdonképpen? Azért az sok. Ha nincs, utána kellő bizonyíték, hogy te vádat tudjál emelni, ugye? Tehát valamit össze kell szedni az ügyészségnek, hogy aztán ezt át tudja adni vádemelésre. Hát meg újabb a rendőrségnek, hogy átadja az ügyészségnek vádemelésre. Ilyen abszurd szituációk alakulnak ki belőle, és tényleg, hogyha nem lenne itt azért egy véresen komoly dolog, meg nem arról lenne szó, hogy itt azért az őt is, a családját is azért többé-kevésbé, valljuk be őszintén, megkurcolják, és hogy rettenetesen kellemetlen helyzetekbe hozzák, meg szörnyű az egész családnak. Tehát, hogy az, amikor ezt olvasod, hogy tudom, elmegy felvenni az új nótáját, amit megírt ugye a Sitten stúdióban van, és akkor mennek ki. Tehát, hogy ez a képzeld már magad elé a szituációt, hogy hol van most? Stúdióban? Igen. Most!
Érted? És elkapnak. Hogy kimegy egy ember megjavítani a villanyórát, és rá 5 percre ott van a rendőrség, és megkérdezi, hogy mit keresnek ott. Igen, kíváncsi, hogy ilyen az egész ilyen, hogy mindig újabb és újabb ilyen szituk alakulnak ki. Érdekes. De és akkor mit mondanak, ha mégse volt semmi? Vagy olyan nincs már ennyi idő után, tehát valaminek lennie kell? Hát, csak kikotolják a tavat. Mellé lehet ennyire fogni? Hogy tényleg nem volt semmi? Mellé létezik ilyen? Uh-huh. Vajon, hogy ültél 100-valahány napot, előzetesben ugyan, de bent voltál a kóterban. Én szerintem ez így ebben a formában nem létezik. Aha. Nem biztos, hogy valami van, nem azt mondom, hanem nem volt melléfogás, hogy te akkor bementél, érted? Aha. Tehát akkor azt, amit a Lajcs is mond, hogy akkor valaki, aki ilyen nagy és ilyen messzire ér a keze, el tudta intézni, hogy te bent legyél. Tehát azért, hogy téged ott kirángassanak, és senkinek nem léptél a tyúk szemére, és csak úgy bevigyenek, az, és mellé fogtak, azt nem hiszem. Aha. Tehát az ok az nyilván megvan, hogy miért kellett neki bent lenni. Aztán az is lehet persze, hogy valamit ezért csinál, tehát hogy ezt azért fenntartjuk, meg mindenki fenntartja, nem tudjuk. Ahogy az ártatlanságát is egyelőre vélelmeznünk kell. Mindenesetre kíváncsi az ember, hogy mi lesz. Kíváncsi, hogy mi lesz. Na, viszont, ami nagyon érdekes, találtunk egy cikket, mert hogy állítólagosan kitálaltak egy nagy amerikai cégről egy könyvben, és született egy könyv, annyit kell róla tudni, ami pikáns titkokat rejt egy amerikai nagy mamut vállalatról, és hát azt mondják a szakértők, hogy egy volt alkalmazott, ugye januárban jelentette meg ezt a könyvet egyébként Amerikában, valószínűleg a Google alkalmazottja lehetett, és egykor egyfajta kereskedelmi vezetői posztot töltött be ez a fiatal ember, aki eljött a cégtől, és kitálalt arról, hogy mi történik valójában a Google-nál. És egy amerikai magazin, egy lap megszerezte a könyv egy korai kiadását, amit végigolvastak, és ők azt mondják, hogy az az érzésük, az a kifejezett érzésük van, hogy ez egészen biztos, hogy a Google-ról szól. Egyetlen egy betűvel sem utal a szerző nyilván a könyvre, de leírja, hogy például, hogy a könyv borítója is a híresen jó munkakörülményéről ismert Google színeit használja például, tehát így tudták ezt beazonosítani. És leírja, hogy mi történik valójában a Google-nál, amiről ugye nyilván most nem tudjuk, hogy a cégvezető tudnak-e vagy nem. Mindenesetre nem az, amit állít magáról a cég. Hogy ez most fikció, vagy ez most valóban így van, ezt ugye nehéz eldönteni. Ő nem írja le, de amerikai lapok már megfejtették, hogy a Google-ról van szó. És hát azt mondja, hogy nagyon érdekes a cég belső szerkezete, nagyon sok minden tapasztalt, valóban nagyon jó körülmények között tartják ott az ott dolgozókat, de például a cégen belül dolgoznak kokain dílerek, akik szállítják neked a megfelelő adagot. Ne. Tehát úgy vesznek fel, hogyha te kokainista vagy, akkor beülsz az irodába, a kettes gombat a telefonon. Ő azt mondja, hogy jobb munkakörülményeket biztosítanak úgy, hogy te tudsz például rendelni, és ezt elnézik, nem tudnak róla, hagyják, mert hogy akkor mindenki nagyon boldog és kreatív és inspirált tudabb állapotba kerülhet akár. És megkérdezték a könyv íróját egy interjúban, hogy mennyire inspirálták megtörtént események a könyvet, és azt mondta, hogy 90%-ban ezek valójában tényleg megtörtént események, ami ennél a mamut vállalatnál történt vele. És azt mondja, hogy nem azt jelentette ez a dolog, hogy mindenki fogyasztott, meg mindenki kábítószeres, és mindenki kokainista, csak a lehetőség volt meg, hogy ha akartál, akkor tudtad, hogy kinek kell szólni, és ezt munkahelyen belül terítették. Óriási. A belső hálózat van, lehet, hogy a termelést is megoldották a tetőn, nagy a Google-nak az irodaháza. Azt eddig is tudtuk róluk, hogy ilyen nagyon kreatívan dolgoztatják az embereket, tehát olyan irodáid vannak, hogy van például, aki egy kalózhajót álmodott meg magának, hát hogy egy kalózhajónak a fedélzetén akar dolgozni, és berakták neki. Berakták neki, így van. Hát a Google-ről azért tudni lehet, hogy ugye mi foglalkoztunk egyszer velük nagyon régen, hogy mennyi mindent biztosítanak, hát ez magyar szemmel felfoghatatlan, hogy ott mit kapnak az alkalmazottak. Főleg így a Rács túl. Volt egy virtuális túra, amit én megnéztem, amikor te be tudsz menni a Google, nem tudom, egyik irodájában, talán a Szilícium völgy, vagy mindegy. És bemegyel egy szobába, és valaki éppen Léci! Léci!
De egyébként ilyen lenne. Több körben volt egy csávó elkötött karras. Vagy nem, mert hogy hívják, lábát rakta fel az asztalra. Ja, igen, hogy nem látszik. Igen. Nem, csak hogy mit ad közben a Google? Nem erről akarunk beszélni, mert nem ez a fő témánk, csak egy-két szemezgetés, hogy hol tartanak. Például, ha valamelyik dolgozójuk meghal, akkor a cég fizetésének a felét még 10 éven át utalja a házastársnak vagy élettársnak, hogy ugye rendben legyen, tehát kapod még a fizetést. Ha az elhunyt dolgozói gyermekei is voltak, akkor 19 éves korukig, 23 éves korukig havonta $1000 juttatást kapnak például. 141 ezer dollár körülbelül az átlagfizetés. Van saját mosodájuk, hogy ne kelljen mosatnod. Babysitterük, óvodájuk a Google-on belül, tehát ha te bemész, akkor beadod a gyereket, közben dolgozol. Kötetlen munkaidő, kaját tudsz rendelni, svédasztalról lehetsz, különböző szinten különböző büfék. Tényleg felfoghatatlan, hogy itt minden arról szól, hogy érezd jól magad, legyél baromi kreatív, és keressünk rajtad sokat. De most mi nem erről akarunk beszélni, hanem arról, hogy nyilván Magyarországon is van nagyon sok olyan munkahely. Hogy mi lenne? Ja, hát egy ilyen típusú munkahely. Egy eszembe jutott, hogy mire gondolom valakinek. Most vegyünk egy Tiziánót. Nagyon rá vagy erre gyógyul. Ne, Gyuri bácsi, nem az eset, tényleg túlzás. Gyógyuljunk rá erről kicsit, Léci, jó? Térjünk vissza a témát. Amikor is titokban történik valami a munkahelyen. Hallottunk olyan magyar mentőállomásokról, például ahol disznót vágtak. Ugye? Hát, igen. Hát könnyű voslaggal kimosni a helyiséget. Délelőtt ott valakit megmentettek, délután pedig gyere Józsikám, mert friss a hagymásfél. Levágták a disznót és laggal lemosták. Volt ilyen, emlékeztek? Magyar mentőállomáson disznóvágás. De nézzük meg, hogy mi zajlik a magyar munkahelyeken titokban. Ugye mi szoktunk itt egyfajta ilyen nem reprezentatív közvéleménykutatást indítani, amikor is arra kérjük hallgatóinkat, hogy valljanak nekünk különböző témában. Ha nem akarjátok, ne írjátok le, hogy melyik munkahely. Ha nem akarjátok, ne írjátok alá. Mi azért örülnénk, hogy egy multi, egy kereskedelmi cég, egy élelmiszerlánc, tök mindegy, nem adjuk ki, nem lehet ezt kideríteni, hogy kiről van szó egészen pontosan. De írjátok meg, hogy nálatok mi zajlik titokban. Mi is megmondtok a színésznek a keresztnevét. Érted? Most ti jöttök. Ott maradtok éjszaka és bulit rendeztek. A főnök elmegy, egy kis vállalkozásról van szó, 8-kor, 10 órakor titokban ellopjátok a kulcsot, megérkeztek, hoz mindenki rengeteg piát, hajnalig táncoltok a fénymásolón. Tehát mi történik? Ez lehet a magánszférából, ez lehet állami cégnél. Mi történik a ti munkahelyeteken titokban, amiről a vezetők, a főnökség nem tud. Jó, ez kicsi pékségektől kezdve a mentő állomásokon keresztül, tényleg írjátok meg nekünk, ha van olyan, amit be kell, hogy valljatok, hogy ti mit csináltok. Biztos, hogy van, aki a munkahelyen. Persze. A titokban ezt egy ülés van, vagy napközben, vagy az iroda egyik szegletében, délben, fél egykor találkoztok, és ott hárman csináltok valamit. Vagy csak ketten a kolléginával félre vonultok. Hát azt tudjuk, hogy fél négykor a fénymásoló mellé bekapcsoljátok, hogy senki ne hallja, és aztán elkapjátok egymást. Vagy önhatalmulag mondjuk az éjjeli portás kiadj egy felnőtt filmforgatásra, mondjuk az Olvasott termet, ahogy arra volt konkrét a precedens is. A felnőtt ki a portás? Srácok, igen, 10-kor zárunk, akkor szerintem 11-re gyertek. Akkor már senki nincs volt ilyen. Szép az interjő. És akkor bementek felnőtt filmet hallgatni? Reggeli, tudták, hogy ha hétre jön a takarítóbrigád, meg 9-kor nyit a olvasóterem, akkor lehetett fél hétig forgatni. És másnap megint. Azt hiszem 5000 ér az egész. Aztán csak csodálkozott a főigazgató, amikor otthon berakta szépen a lejátszóba a videokazettát, és meglátta. Egy köszönöm. Levéllel, egy köszönő levéllel küldtek neki egy példányt. Mindenki, jöjjön már, ezek nem mi vagyunk. Igen. Ez a már nem a mi irodánk. Úgy egy csúnya dolgokat művel neki. Nálunk mit lehet csinálni? Plusz ilyen himi-humiban. Tehát amikor mi elmegyünk, a Zsül még marad, és átül oda a kis külső gépéhez. Zsül, szerintetek mivel foglalkozik? Bemegy Titus irodájába, és ott királykodik, felteszi a lábát az asztalra, hintázik a székbe. És kiabál a képpel. Nekünk ez is jó SMS, hogy beülök a főnök székébe, és amikor már nincs ott, akkor nem tudom, hozatok magamnak egy kávét, és eljátszom a gondolattal, hogy én vezetem a céget. Tehát tényleg nem kell, hogy ez nagy kollektív dolog legyen, amit együtt csináltok. Ha valaki egyedül gengszterkedik a saját cégénél, a saját munkahelyén, azt is írjátok meg. A lényeg, hogy mi az, amit ti titokban csináltok. Jó? Fontos, ha már a Google-nél ez így megy.
az amerikaiak azt mondják, hogy kíváncsian várják, hogy lesz-e per vagy nem egyébként a könyvvel kapcsolatban. Hát figyelj, ha szín, azért a szín egyezik, biztos betűtípus, meg egy csomó minden, hogyha ha erre rá tudják húzni a Google ügyvédei, hogy tényleg róluk szól, akkor vége a csávónak szerintem. Igen. Tehát ott azért van egy háttér ehhez. Megérkeznek az ügyvédek, azért igen. Nem lenni lejjebb, amikor megjön a felszólító levél, igen. Na, visszatérve a magyar lopáshoz. Pálinkai vászat, benzinlopást. Jól nézzük? Ja, igen, nézzük. Ki mit gangsterkedik a munkahelyén titokban? Mi zajlik a munkahelyeteken úgy, hogy nem tud róla a vezetőség? Írjátok meg nekünk SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Arról beszélgettünk, hogy az ember mit csinál titokban a munkahelyén, ugyanis megjelent Amerikában egy könyv, ami állítólag, hát nem tudjuk, hogy valójában így van-e, amerikai újságírók megállapították, hogy valószínűleg Google-ról szól, mert egy fiatal srác sokáig ott dolgozott, majd hát kiadta a jegyzeteit könyv formájában. Ő ugye soha nem írta le, hogy ez valójában a Google-ról szólna, de hát megállapították, mert ő könyv kifejezetten emlékeztette az olvasókat arra, hogy ezen vállalatról van szó. A könyv borítója is igen árulkodó. A Google színeit használja, és megkérdezték, azt mondta, hogy 90%-ban valósága az, amit leír. És arról kezdtünk beszélgetni, hogy van olyan, hány olyan munkahely van, ahol titokban történnek úgy dolgok, hogy a menedzsment, a főnökség nem tud arról, hogy ebédidőben, munkaidőben, vagy ahol a kamerák nem látnak, mi történik. És arra kértük hallgatóinkat, hogy valljanak nekünk, nem fogunk senkit bemószerolni, senkinek nem adunk ki semmilyen számot. Ha akarják, nem is kell aláírni, vagy más néven írhatják alá, hogy valljanak nekünk, hogy ők mit csinálnak titokban a munkahelyen. Mert nem feltétlenül arra gondoltunk, hogy most mint abban passziánszozom ebédidőben, vagy amikor dolgozni kéne, hanem amikor 2-3 ember összedugja a kis buksiát, és kitalál valami vicceset, hogy az milyen jó lesz majd a munkahelyen, és azt a főnök mondjuk nem látja. Hát, van baj. Illetve nem tudom, hogy baj, nagyon szórakoztató SMS-ek jönnek. Nagyon, nagyon kellemes kis munkahelyek ezek. Őszinte hallgatóink vannak, én ezt szeretem. Valljatok még, mielőtt kikérjük a kameráknak a felvételeit, jó? Így van. Na, vannak egészen apró, kicsi, helyes csintevések, és vannak komolyabb dolgok. Ha elmegy a főnök, kicsit kimozdítjuk az illatosítójából az elemet, mert kollektíven utáljuk az illatát, a többi ötletet várunk, hát ez a cuki. Kimozdítjuk az illatosítót. Kollégámmal a cég hűtővizes medencéjére tettünk egy kis csónakot munkaidőben szórakozásra. Kb. Egy hét múlva szóltak, hogy egyébként a medencét biztonsági kamera figyelé, tehát jó lenne, ha ezt nem csinálnánk. Igen, nézzetek szét előtte. Az irodaházunkban, amikor magamra maradok, a hűtőből kiszolgálom magam, kényelembe helyezem magam, és céges telefonról felhívom a régi ismerősöket, majd ha a főnök bekapcsolva hagyja a gépet, leellenőrzem az előzményeket. Mit találtál? Az igazi királykodás. Puszi A, ő már aláírni azért nem mert. Az egyik barátom a Bossban dolgozik, és több olyan ismert ember is van, aki rendszeresen visszaviszi a használat utáni ruhákat, nem teljesen munkába vagy témába illik, de mindegy, gyakori vendég valaki, akiről most szó van nagyon a hírekben, leamortizálja ruhákat, és visszaviszi, mondva nem tudom kitisztítani. Ez még szerintem az ingyen élő kategóriába érkezett inkább. Úszodában dolgoztam, mint úszómester, nyári időszakban, mikor már este lett, kiürült a strand, és a főnökség hazament, én és a kollégáim, meg pár barátom csúszdapartit rendeztünk. Éjszakai csúszdaparti. A legjobb volt. Dávid küldte nekünk. A mentőknél annó megyei vezetői engedéllyel vágtak disznót. Kirúgott kolléga kicsinyes bosszúja volt a féligasságoktól hemzsegő hadjárat. Írta valaki, ugye, mert hogy beszéltünk, hogy hát mentőszolgálatnál, egy bizonyos mentőszolgálatnál nappal mentettek, éjszaka disznót vágtak. Szenzációs. Ki volt csempézve a kis legszuperebb helyen. Levágták, megbökték, lemosták. Vége volt. Nagy nyomással. És a féligasság az mi volt, hogy fél disznó? Igen. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, Tamás vagyok, sziasztok! Hello, szia. Tamás! Na vaj, ti mit csináltok? Hát már nem csináljuk, de az történt, hogy pár évvel ezelőtt egy irodaszer nagy kereskedéshez kerültem oda dolgozni, elég sok csinos kolléganő volt. Hát az eles interjúna már mondták, hogy itt azért a házi nyúra nem lövünk elvét, kéne alkalmazni ennél a cégnél. Viszont történetesen volt egy kolléganő, akinek nem volt párja, és én is egyedül voltam, és hát megtetszettünk egymásnak. Úgyhogy az első fél év gyakorlatilag úgy telt, hogy hátrajártunk az öltözőbe munkaidő után. Ezzel nem is volt semmi gond. Viszont utána elutazott a főnökünk egyszer Tájföldre nyaralni, és azt gondoltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha bemennünk az ő irodájába, ott egy hatalmas 3 méterszer, nagyjából másfél méteres hát nincs jobb, mint a főnök irodájában a nagy mahagóni asztalon magunkévá tenni a kolléginek. Pontosan mahagóni színű volt egyébként. És hát ott megtörtént a dolog, nagyon jól éreztük magunkat, iszonyatosan vicces volt, hogy a főnök irodájában lehet csinálni a papírok között, csak hát ugye arra nem gondoltunk,
hogy Tájföldön a laptopján szemmel tudja ezt követni, gyakorlatilag, hogy mi történik az irodákban, ugye? Mert be volt kamerázva minden iroda, és hát mint utólag kiderült, ő azért szeretett erre rákukkantani, hogy mit csinálunk munkaidőbe. Na most ez nagyjából... És tudtátok, hogy be van kamerázva az iroda? Tudtuk, hogy be van kamerázva, de arra nem gondoltunk, hogy ha ő két hétre elmegy a családjával nyaralni, akkor azt fogja nézni, hogy mi történik bent az irodában. Nem gondoltad, igen, koktélozik, fürdik, csajozik. De a főnöket elképzel, az egy nagy pillanat, mikor ülsz a medence szélén, fölütöd a laptopot, nézzük, mi történik az irodában, és valaki nagyon reszeli, igen, a kollégőnőjét az asztalodon. Ezekre a papírmezékekre nem emlékszem. Valószínűleg jól lehetett a felbontás is, mert utána a kolléganőnek nem szólt, én kaptam a céges telefonomra egy SMS tőle, hogy ez szép volt, skacok, és egy nagyon komplett takarítás szeretne, mire ő hazaér. De jó. Figyelj! Abból tudtuk abban a pillanatban. Hát én elmeséltem a kolléganőnek, hát neki kezelába remegett utána. Tehát megjegyzés a kolléganőről, hogy milyen lelkes, milyen aranyos, milyen ügyes, ja, látom, nagyon odaadó. Azt írtam, hogy nagyon ügyes volt a kolléganő, úgyhogy igen, hogy látom, kovácsolódik össze a kollektív. Az a szerencséd, hogy nem csinált belőle, vagy nem gyártott belőle egy kis MPG-t, aztán küldteszét. Nagyon rendes volt, mert megvárta az akció végét, úgyhogy nagyon-nagyon korrekt volt, igen, igen, nagyon korrekt volt. Hát utána egyenként egy kis elbeszélgetés volt egyébként. De maradtál a cégnél utána? Nem rugott ki? Nem rugott ki egyikünk se, úgyhogy utána még egy fél évig tartott ez a dolog. Bekéreckedett a szendvicsbe. Igen, hát mentünk vissza az öltözőbe utána még egy fél évig, aztán utána ez abban maradt, mert a lánynak lett párja, úgyhogy végül is így történt. Szemét egy világ, ez a rohadt szerelem. Ez a rohadt szerelem ködvet van. Tamás, köszi, hogy elmondtad, szerettük a sztorit. Köszönöm én is, fiúk. Hello, hello. Itt van még egy hallgatónk. Laci, hello, jó reggel. Sziasztok! Nálatok? Szia. Mi történik titokban? Én buszsofőr vagyok, egy nem mondom melyik volán társaságnál, az egyiknél. Igen. Itt olyan esett meg, hogy egyik kollega jött járattal, és elütött egy nyufit. Hát nem akarta ott hagyni az útféle unatkozni, betette a busz aljába a ládába. Itt megérkezett a buszpedvar, ő még ment tovább, de beszólt a kollégáknak, hogy nem kell valakinek, mert itt a nyufi. Hát volt rá jelenkező, aztán átvitték a másik buszba, és ott így a hátsó ajtónál a csövekre föl lehet akasztani dolgokat a kapaszkodókra. Föllógatták, megnyugták, és akkor utána fényes nappal itt a busztájukban. Mondták az utasnak, hogy rögtön beállunk a perorra, pici türelmet. Egy pillanat, ezt éppen zsigerelünk. Gereznát még lerántunk. Az a busz az itt állt, tehát az nem ment akkor. Éppen azért adta oda a másik neki, mert ő tudta megoldani ezt a dolgot. Azt hittem kiszólt, hogy te is így jársz, ha nincs jegyet. Az ilyen szürelmes SMS-ek és hallgatói hozzászólásokra gondoltam, tényleg, mi történik titokban a magyar munkahelyeken? Nyulat nyúzunk a volán buszon. Én ezt nagyon szeretem. Köszi, hogy elmondtad, csáó! Nagyon szívesen, sziasztok! Hello, csáó. Azt mondja, hogy elég gyakori ebéd időben titokban a cégünk lapos tetején, tehát az, hogy fönt a tetőn, igen, óvszert húzunk a fejünkre, amit felfújunk, aztán rohangálunk fel alá. Beteg családapák vagyunk. A cégnél egyébként 100-an vagyunk, ne hívjatok. Gyerekek, valahol le kell vezetni. Igen. Hát valahol le kell vezetni. Óvszer a fejre. A cégnél 100-an vagyunk, ne hívjatok, fönn vagyunk a tetőn. Óvszert húzunk a fejünkre. A gyerek, aki nem tud ellazulni, megfeszülni se tud, nem? Hát persze. Én mindig ezt mondom. A legjobb. Az igaz, az nem húzza jól, ez így van, ez így van, ez nem tud igazán szekeret húzni, nem tudsz lazulni, nem tudsz feszülni. Hát a kettő nagyon összefügg. Nagyon jó. Rendszeres tevékenység. Fél kettő, irány a tető. Azt mondja, hogy sogorom és két kollégája kömüvesként dolgoztak egyszerre SZESZ üzemben, több héten át minden nap a slagvíz mértéket üresen vitték magukkal mind a hárman, műszakük végén viszont vodkát hoztak ki benne. Jaj. Úgy buktak le a főnökük, rajta kapt őket, mikor a slagból ittak, és utána ferdén álltak. Isten küldte nekünk. Mi egy gyártóüzemben a műszakvezető tudtával éjszakásba körversenyt rendeztünk BK-val, mint a rollert hajtva ittasan, körülbelül 20-an fogadni lehetett, a termelés viszont elmaradt, mert nem kirúgtak minket. Ez a béka, amit viszed, igen, igen, a házasod? Hát az egy örök kihívás. Mindig azért az embernek beindítja a fantáziáját, főleg, hogyha van néhány, egy picit ilyen infantilis a felnőtt. Gattyán cégénél vajon mennyi öncélú malackodás van? A mezei alkalmazottak kiszolgálják magukat? Kérdezi valaki, ugye hát a legnagyobb ilyen chat oldal, erotikus chat oldal a gatyához köthető, ott aztán van bulacsa. Hát nem, szerintem ott csak pénzt csinálnak belőle, ott valószínűleg úgy lazulnak el, hogy itt tudom én, a biblia felolvasó estek van. Johnnak. Mi raktározással foglalkozunk, és úgy tudjuk állítani a hűtőgépeket, mosógépeket, hogy a kamerarendszer ne lássa a kis boxokat, amiket létrehoztunk. Lehet ott aludni, pihenni, szeretni a másikat.
és egy felügyelő targoncás jelez, ha jön valaki. Azt mondja, ha egy szaniterboltban dolgozom, ha nincs vásárló, egy távcsöves puskával lövünk célba a bolt egyik végéből a másikba. Igen. Azt mondja, én már lassan egy konkurenciát tudok felépíteni a kertembe, 6 év alatt mindenből minden nap csak egy kicsit. Ugye hát ez szépen kiholt. Jó. Régeségen a rutasfürdőbe lehetett bejutni éjjel 2-3 órára az éjjeli őrnek fizetett 5000 forintért. Az éjjeli őr vezetett be minket úgy, hogy kikerüljük a kamerákat, utána magunkra hagyott a barátnőmmel. Azt mondja, hogy amikor éjszaka egyedül dolgozom, bemegyek a főnök irodájába, és megdöntöm az aknakereső rekordját vírus néven, sose ért. Én ezt nagyon bírom. Ez micsoda neves. Hogy a fenébe van ennyi pont? Neves tevékenysége. Nem, megdönti. Tehát mindig, azt látja, hogy ugye ő volt, délután még ő volt az első, reggel bemegy, és azt mondja, vírus. Vírus néven valaki. Ki az a vírus? Mi régebben nyers téli szalámit főztünk éjszakai műszakban Nagy Üstben, Szegeden, a híres szalámigyárnál. Hihetetlen finom volt, István küldte nekünk. Barátom szállodában dolgozik, mint szobaasszony, délután soha nem értem el, mert vagy alszik, vagy tévézik, vagy éppen masszíroztatja magát valamelyik részlegen sunyiban. Szerintem jól érzi magát a munkáján. De hogy a szobába? Te tudod, hogy nem adják ki a 226-os, beülsz kicsit tévézni? Nem érsz, 226-os vagyok rendben. Majd lemész egy gyumelyhó masszázsra. Nagyon jó, nagyon jó. Azt mondja, hogy bank 024-es telefonos ügyfélszolgálatnál hétvégén hajat festettek a kolléganők, de az éjszakás kollégák 90%-a alszik, amikor nincs hívás. Ezen mennyit gondolkozom? Nekem is van ilyen banki diszpécser szolgálatom, utalni akarok, vagy valamit intézni, én betelefonálok. Nem. Hogy ott mi zajlik hétvégén? Miért nem veszik fel? Ennyi dolguk van. És alszanak. Ugye nem ma volt, de a rendőrségen a kapitány garázsban éjszaka... Micsoda, éjszaka a Dacia-m kuplungtárcsáját cseréltem, reggelre kész volt. Ez is titokban, ugye. Céges autóval hétvégén zenekaroknak szállítok backline, plusz hébe-hóba apámnak segítek ablakot, ajtót szállítani. Kollégámmal fedezzük egymást. Fusi meló. Nagy telepelyen régen a birkákkal nyírták a füvet. Az éjszakások gyakran elsettenkedtek a nyáj mellé, és elloptak egy-egy jószágot. Este munkahelyen a munka után birka pörkölt készült. Béla küldte nekünk. Jaj, de jó. Multinál meeting után a példás családanyát 3-an csinálták, megírja valaki. Nem akarjuk tudni részleteket. A Veszprémi... A Veszprémi bakonyművek forgácsoló üzem lapos tetős épület tetején paradicsomot és paprikát termeltek reggelre, illetve titokban. Mindig van free zöldség. Igen, menjünk már fel a tetőre, hozd már le a paprikát. Hát nézd rájuk, hogy érik a pari. Ja, Istenem, nagyon jó. Hát köszönjük az SMS-eket, jók jöttek. Hogy mi zajlik a magyar munkahelyeken titokban? Nem kell ez elmenni, ugye? Amerikába. Google-hoz. Ha Google-ról van szó, ugye nyilván mi sem tudhatjuk. Na, hol tartunk? Hármas ugrás, ugye? Mutasd meg a mixedet. Megmutatjuk a beugrót. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Ez ma... Ó, hát ez nagyon könnyűnek tűnik. Ez nagyon könnyűnek tűnik. Valentin napozunk a hírek után. Ja. Mi szerda. Mi szerdával találkozik a mi Patrikunk, és hát megnézzük, hogy működik-e a kémia. Ugye Valentin napi játékunk még mindig tart, sőt, még lehet jelentkezni. Egy pasiért verseng 5 csaj, és valakik most hétvégén, tehát már pénteken találkoznak, romantikus hétvégére mennek hévízre, egy luxusszállodába, adunk nekik autót, 3 napot ott tölthetnek, mindent állunk, és X-ert is kapnak. Fejénként teszem 100 000 forint értékű, igen. Kocsitok van a hétvégére. Semmi nem jó kötelező. Buli. Egy jó buli, rengeteg szingli jelentkezett egyébként erre a játékra, sokkal többen, mint tavaly, rengeteg pasi, rengeteg nő. Patrik ugye már túlesett Miss Hétfő, Miss Kedden, de még mindig nem éreztem azt a szikrát, hogy valakinél nagyon elkapta volna a fonalat. Ugye? Tegnap már mintha mocorgott volna. Igen, mocorgás volt. Igen. De hát végül is van még ideje. Meg Miss Hétfőnek azért jelezte, hogy csomagoljon. Hát, jó, de abban volt egy csavar, hogy benne vagy az első 5-ben. Igen. Miss Szerda azt mondja magáról, hogy ha őt megismerjük, akkor garantálja, hogy már nem akar. Nem akar Patrik tovább ismerkedni senkivel. Helyes. Helyes vagy helyes? Helyes, ahogy nézem a képet. Ja, Bazilika. Hogy jön ez ide? Ott a Esztergomban készült a kép. Te más képeket látsz. Küldött valami nagyon durva képet magáról. Bazilika. 4 perc, pontosan 9 óra, valentínozunk. Ákos, híre jut, nem? És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A
a mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától török. A Morning Show támogatója a Berokka. 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a Klasszon, és közlekedünk egy picit. Mert hogy vannak friss közlekedési híreink, baleset az M3-ason, a 32-es kilométer körnél Budapest felé egy Merci keresztbe fordult az úton. Bécsi út befelé teljesen be van állva, van valami hír, hogy mi történhetett? Köszi. Igen, a Flórián térnél nem működik a lámpa, és hatalmas a torlódás minden irányban. Valószínűleg a Bécsi út is ezért torlódott vissza. A Flórián téren kell, hogy átjussatok, és akkor minden rendben lesz. A 8-as főúton Veszprémtől szakad a hó, 2-3 cm már leesett. Az M1-es Szeged felé vezető oldalán egy pálmafa tövében két messzele nő diót hámoz. Már megint? Vagy ez még ugyanaz? Sok dió. A dió az melós. Igen, mondjuk sok kicsi. Sok a pálmafa egyébként arra felé. Jobb a hámozatot venni. Köszönjük szépen. A 4-es és a 6-os villamos helyett pótbusz jár a Szélkámán tér és a Jászai-Mari tér között, mert baleset történt a Margit híd Pestre vezető oldalán, írja a BKK Facebook oldala. Hoppá! De reméljük nem komoly a történet. Igen, hát látszik, esik az eső, dugó van, káosz van, nem működnek a jelzőlámpák, beáztak, zárlatosak, és sokan esernyőnek. Most inkább az autót használják, semmit egy sima esernyőt, és emiatt elvérzett. A főváros is, és hát nagyon sok baleset van. Na, közeledik a Valentin? Bizonyám, közeledik a Valentin. Valakit, hát Patrikot és azt a hölgyet, aki majd ő választ, meg fogja vigasztalni. Szerintem az a nagyon kellemes kis hétvége abban a patent kis hotelben, wellness hotelben, ahova mennek. Akármilyen idő is lesz, ők jól fogják érni. Bizonyám, megnéztem ezt a hotel többször, kellemes lesz. Jóféle kis együttét lesz az, ahogy azt szoktuk mondani, így van. Ugye van egy játékunk, amikor is, hát szingliknek segítünk, hogy ne legyenek magányosak Valentin napkor, mert ez egy igazságtalan ünnep, mindenki készül, már aki készül, tudom, sokan utálják a Valentin napot, én sem különösebben szeretem. De hogy ugye itt a párok vesznek egymásnak kisebb-nagyobb ajándékokat, és hát hány magányos szingli? Aki sír, hogy neki nincs senki. Az ismerősöktől, hogy megyünk együtt vele. Ide, Valentin. Nem lehet mindenki olyan irigyre sem élt a élethelyzetben, mint mi. Hogy mi nem megyünk a párunkkal sehova hétvégén, erre gondolsz, vagy mi? Hogy nekünk mentek? Van az év 365 napján. Akit szeretünk, és aki viszont szeret minket. Mi van veled? Jézusom, ki melyek hányni? Túl vagy rajta, vége? Végül is, igen. Nagyon benne se volt. Na, valentírozunk? Persze. Na, kössük össze akkor Patrikot, Miss Szerdával. Itt van először Patrik. Hello, Patrik! Jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok! Hát már a megszokott férfi, már hiányozná, ha nem. De egyre magabiztosabb. Mi újság, Patrik, hogy vagyunk? Hát kíváncsi vagyok Miss Szerdára, és arra is, hogy megint A betűs névvel választottatok-e valakit, vagy most esetleg már akár a B betűgel meg. Te tudod, hogy ne legyen nehéz megjegyezni azért az összes albetűs, és akkor tudod, véletlenül összekevered a nevüket, akkor tudod mire fogni. Izgatott vagy már a hétvégével kapcsolatban? Igen, nagyon kíváncsi vagyok, bevallom őszintén. Elkezdtél már becsomagolni, kielővetted a kis micimackos boxer alsódat. Melyik alsót vigyem? Mibe aludjak, vigyek-e borotvát, ne vigyek, szakálvágó kell, nem kell, mit vigyek, mit ne vigyek. Készülődsz már? Vagy majd pénteken gyorsan? Pénteken összedobálok minden. Igen? Igen, nem szoktam így előre készülni. De mi a fix, amit viszel? A lehető tanga készlet? Mit szólsz Miskethez? Milyen volt? Igen, értékeljük a tegnapi leányzót. Miskethez nagyon izgalmasnak tűnt igazság szerint, olyan kis kalandvágyónak. Hát ha nem is tájföldre, de azért ide hévízre, azt mondom, hogy szívesen elviteznék vele. És erre a három napra. Te most dolgozol, ingázol még mindig Budapest és Balaton között? Ingázom, de nem minden nap. Most itt maradtam, mert az időjárás úgy gondoltam, hogy ez szörnyű. Szakad itt is egyébként. De nem hévízen alszol már. Nem melegítetted elő, nem tesztelted elő a szállodát. Nem. Miért van ennyi szingli csaj meg pasi szerinted 38-40 évesen? Mert az, hogy aki 20 évesen szingli, oké, de hát az nem baj. Mi lehet a baj a kapcsolatokkal, vagy a nőkkel, vagy a pasikkal szerinted?
Hát bevallom őszintén, az előző munkahelyem olyan volt, hogy 20 kollégából 18 lány, és őket hallgatva valami olyasmit keresnek, amiről annak idején gyerekkorukban álmodtak, és igazából aztán valahogy senki nem illik ebbe a képbe. A fiúk meg egy kicsit kényelmes helyzetben vannak, mert a kor nem annyira számít. És aztán így egy ilyen érdekesség van, saját magamat tudom mondani, hogy 41 évesen nyitva az olló, tehát egészen azt mondom, hogy a 25-től a 40-ig a lányok nyitottak az ismerkedésre, mindenki egy picit jobbat szeret, de picit másra vágyik, mint amiben benne van. Tehát én elég sok olyat hallok, hogy valaki fix kapcsolaton belül is mondjuk regisztrál egy internetes társkereső oldalra, és akkor kalandozik. Hát, ha talán egy jobb. Te túl vagy már több hosszú kapcsolaton, vagy volt egyáltalán a hosszabb kapcsolatod, ami nem egy kaland, nem egy-két hónapig tartott, hanem még 4 évig, 6 évig, 8 évig, ahol azért ugye nem minden fenékig telj fel, hanem melózni kell rajta. Ilyen volt? Volt, igen, sőt a legnagyobb ilyen kalandom az egy gyermekes anyuka volt, akinek egy 3 éves kislánya volt. Hát a véleményem szerint egy egészen különleges helyzet volt az, hogy az esték ugye nyilván azzal teltek, hogy fürdetés, vacsora, altatás, akkor lettem például sorozatfüggő. Hát ha ez a kaland neked, figyelj, már hogy érted, nem hogy tudom. A fürdetés, altatás helyette bementél a szobába sorozatot nézni, vagy segítettél és este levezetésképpen sorozatot néztél? Ezt nem tudtam összetenni, tehát ez hogy érted? Igazság szerint nekem az volt a kaland, hogy nem valahol mondjuk vacsorázni vagyunk, vagy nem valamilyen szórakozó helyen, vagy nem moziba mentünk, vagy nem a srácokkal ültünk össze, hanem igenis felelősséget kellett vállalni egy 3 éves kislányért, és otthon lenni, és foglalkozni vele, és játszani, és tanítani. Családszentrikus ez a gyerek. Igen, és mennyi ideig voltatok együtt? Másfél évig, és nagyon nehéz is volt az elválás utána, mert ugye hát azóta se láttam ezt a kislányt, de rettenetesen a szívemhez ment. Uh-huh. És másfél év volt a leghosszabb kapcsolatod 41 évesen? Nem, másfél év, 4 év volt a leghosszabb kapcsolatom. 4 év volt a leghosszabb, aha. Mit keresnek a nők szerinted? Mi hiányzik a palikból? Tehát mi az, ami elfelejtettek udvarolni a palik, vagy a külsőségekre mennek, vagy a nők nézik mindig a pénzt? Ugye ez nehéz, attól függ, hogy honnan közelítjük a dolgot. De azt mondod, hogy nagyon sok nővel volt dolgod, és ők valamit keresnek, valami olyat keresnek meg, ami eltűnt a palikból, vagy miért nem találják? Vagy bennünk van a hiba, hogy nem adjuk meg nekik? Szerintem mind a két félben benne van ez a keresem a másikat, de nem akarok igazából megküzdeni a jelenlegiért, és talán más is egyetért velem abban, hogy egy olyan helyzetben vagyunk most, amikor borzasztóan egyszerű egy ismerkedés. Mert amikor én 20 éves voltam, akkor még levelet kellett írni, és 2 hétig vártam a választ, és 2 hétig izgultam, hogy lesz-e randi vagy nem. Ma meg azt látom, hogy az ember megbeszél péntekre 3 randit, egy lány úgy is lemondja, egyet én mondok le, egy meg eljön, és akkor így megvan a péntek esti randi. Tehát egy ilyen kicsit felgyorsult helyzetben élünk, és mindenki keres, és aztán már picit olyan, hogy nem is az érteti, hogy milyen lehet egy kapcsolat, vagy egy hosszú távú együttélés, hanem maga ez a keresés, új embereket megismerni, új lányok, hát a változatosság gyönyörködtet. Azt gondolom, hogy ez lehet a fő probléma. Na jól van. Felkészültél akkor mi szerdára? Fel, igen. Kíváncsian várod. Jól van. Na akkor tőled kicsit elbúcsúzunk. Jó? És akkor először mi beszélgetünk. Beszélgetünk vele, aztán átadunk benneteket, maradj vonalban. Jó? Csáó, köszi. Csáó. Hello. Na, jöjjön mi szerda. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok! Na, szia! Micsoda vitalitás! Jaj, kell micsoda neked. Lendület! Hello! Balán, sziasztok! Hello, Timi! Jó reggelt! Igen, nem A-betűs, T-betűs. T-betűs, van egy T-betűsünk is, igen, Timi. Igen. Na, sziasztok. Hát először is miért neveztél be a játékra? Miért írtál nekünk e-mailt? Hát nagyon egyszerű a történet, én évek óta benneteket hallgatlak, és soha nem küldtem egyetlen egy üzenetet, csak vettek, és pár héttel ezelőtt az egyik témához hozzászóltam, és rögtön nap hallgatója lettem, akkor nagyon-nagyon röhögtünk, és gondoltam, megpróbálom magam most is, hát a kiválasztatok, és itt vagyok. Tehát gondoltad, hogy nekünk kell egy jókedvű, jófej csaj. Igen. Jó, mesélj magadról egy-két dolgot, hány éves vagy, mit csinálsz, mivel foglalkozol? Oké, jó. 32 éves vagyok, Székesfehérváron élek. Szintén közgazdász vagyok, októberben váltottam munkahelyet. Ó,
és mivel nagyon-nagyon-nagyon nem lehet úgy hitetni az új helye, hogy szabadságra megyek el, így kitaláltam, hogy januárba, illetve februárban elmegyek egy hét szabadságra, és pont ezt a szabadságomat töltöm, és azt terveztem, hogy aludni fogok, pihenni fogok, ehhez képest minden reggel kerek, és hallgatlak titeket. És itt vagy egy játékban hirtelen. Igen, igen, igen. Hát meghatározott keretek között élek, hamar elhagyom a komfortzónámat, ez azt jelenti, hogy töltöm a kalandot. Ez már tényleg olyan, mint egy pár kérdés. Meghatározott keretek között élek, de kilépek, kimerek lépni a komfortzónából. Jeliget, fekete macsú, ha tetszik, igen. Nem, ez azt jelenti, hogy szeretem a kalandokat, az extrém dolgokat. Nyilván nem azt jelenti, hogy stoppal járok dolgozni, de benne vagyok egy csomó mindenbe. Mit értesz extrém kaland alatt? Hát rafting, kanyoning, tandemugrás. Kanyoning. Jó tűzni a kanyonba. Azt én is szeretem. Jó tűzni a kanyon. Patrik is nagyon szereti a kanyoning. Én mindig szívesen bejódlizok egy-két kanyonba. Oda vissza elvez. Oké, és közgazdászként dolgozol, azt mondod, ugye? Igen, igen. Hogy nincs kapcsolatod? Hogy nincs, hogy túl vagy egy szakításon, vagy most nem jött olyan pasi, vagy baj van a pasikkal? Pont egyedül vagyok, pont így, egyedül vagy. Így mondanám, nem délek vége egy kapcsolatomnak, és úgy gondoltam, hogy ez a hétvége nekem most kiválaszt arra, hogy egy kalandba részt vegyek, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Aha. Nem gondolom bele semmi komolyat, egy kalandnak fogom fel az egészet. Ez egy hosszabb kapcsolat volt, aminek vége lett? Hát az utóbbi az nem, az egy pár hetes kapcsolat volt, ott annyira nem jött meg az érzés. Előtte volt egy hosszabb kapcsolatom, igen. Egy hosszabb kapcsolatod. Igen. Baj van a mai palikkal szerinted? Vagy, szerintem nincs. A nőkkel nagyobb baj van. Mi a baj a nőkkel? Hát szerintem túl válogatósak vagyunk. Valószínűleg a pasik is, de én nem gondolnám, hogy ezt rá lehet kenni az egyik tem, hogy azért nincsenek jó párkapcsolatok, mert a férfiakkal vagy a nőkkel baj van. Én azt gondolom, hogy mind a két félnek tenni kell egy kapcsolatért. És nem kell hibáztatni az egyik oldalt, mert a nők, mert a férfiak. Mit gondolsz Patrikról? Eddig szimpatikus volt. Most? Most azért nem tudom, mert ugye én végig be voltam kapcsolva hozzátok adásba, és nem nagyon hallottam, amiket mondott, csak félig meddig csíptem el egy-egy mondatot, azt hallottam, hogy volt egy másfél éves kapcsolata, meg egy négy éves kapcsolata. Azt gondolom, hogy tapasztalata, az biztosan van. Igen. Szeret babázni most. Igen. 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 Nem tűnik nagyon nagy nőcsábásznak neked? De annak tűnik, de azzal nincs baj. De azzal nincs baj? Uh-huh. Nincs. Nem, a nők nem minden pariban egy kicsit az igazit keresik? Nem. Nem? Nem feltétlenül. Te most kaland? Kaland? Aha. Hát igazából szerintem, hogy elindul egy kapcsolat, abból rögtön érzi az ember, hogy ez komoly lesz, nem lesz komoly, megtalálta azt, akit igazán keresett. Ez mellett pont azt gondolom, hogy ha érzi az ember, hogy nem az igazit találtam, akkor tovább kell lépni. Nekem így volt az elmúlt kapcsolatomban is, hogy jó indult, nagyon izgalmas volt, elég intenzíven éltük meg, viszont nem jött az érzés, amire vágytam. Volt ehhez hasonló kalandod bármilyen, ami hasonlít egy ilyen romantikus hétvégéhez, ami előtt most állt? Igen? Mi történt? Volt, igen, 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 igen. Hát abban így annyira most nem mennék bele, hogy no. Azt hiszem, hogy 2 millióan hallgatnak minket körülbelül köztük az anyukám is, úgyhogy lehet, hogy ezt nem kezdj kell elmesélem. Kezdj csak, drága mama. Kapcsolja már ki anyuka de, most. Picit tessék a Kossuthra a vízállás jelentése. Igen, átkapcsolja van még olyan. Meg, hogy nem penészedett ebbe a befőt. Mihez hasonlított, hogy miről szólt, akkor csak nagy vonalakban a kaland. Tehát, hát egy olyan vakrandi volt, hogy hát akkor most már elmesélem. Na, a barátaim azt mondták, hogy Timi, ezt nem eszélde, mert ultragáz, de azt mondom, hogy nem gáz, Timi, óvatosan. Én nem tudom, mit akarsz mondani, de óvatosan. Majd lehet, hogy mi is ezt mondjuk. Megismerkedtem testvérsem egy fiúban. 3 hétig cseteltünk egymással, nem láttunk egymással fényképet. Pontosabban ő látott rólam egyet, meg kettőt, én meg egyet, de nagyon-nagyon olyan kép volt, hogy nem tudtam belőle kivenni, hogy ő hogy néz ki valójában. És a 3 héten azt komolyan mondom, beleszerettem az agyába, és így nagyon-nagyon egymáson voltunk, és ő bedobott egy furcsa ötletet, amire először azt mondtam, hogy én ebben nem megyek bele, mert ez nagyon gáz. Aztán 3 nap múlva mondtam neki, hogy de mégis akarom ezt az egészet, az a lényeg az egésznek, hogy úgymond egy olyan városi legenda, vagy valami filmben hallotta, az a lényeg, hogy találkozunk egy sötét szobában, és történik, ami történik, és úgy megyünk haza, hogy nem láttuk egymást. Hát ez elég bevállalós és merész, úgyhogy nem láttam előtte az ületet, illetve nem találkoztam vele. És elmentél ebbe a bizonyos sötét szobába? Igen. És jó ott volt? Megkaptam egy címet. Valaki nagyon nagy. Semmit nem látok. Timi, te vagy? Lényeg a lényeg, hogy nyilván az életben volt egy kicsit az, hogy nem tudhatom, hogy ki van a másik oldalon egy sorozatgyilkos, egy pszichopata, ezért a barátaimnak megadtam a címet, és nem mondtam, hogy vagy csak szimplán egy egyszemű nagyon ronda fiú. Igen. Aki egyébként nem mert veled napfényben találkozni. Tehát ebben ez is benne van, hogy ez az orrod, és ez is, és ez is. És megbeszéltük, hogy ha X időn belül nem
jelentkezek, akkor a barátaim azonnal küldik a rendőrséget. Lényeg a lényeg, hogy én oda mentem el a címre, megadott címre, a sötét szobába ott várt az úriember, és hát ott voltunk 2 órán keresztül, történt, ami történt, és végül is utána találkoztunk. 2 órán keresztül mit játszottatok? Erre csörög a dió? Egy és 3-4 órán keresztül keresték egymást. Hol vagy? Mit vagyok? Beszélgettünk meg, nevettünk meg, jól éreztük magunkat. Aha. És utána találkoztatok? Tehát utána te megnézted, hogy milyen a fiú világosban? Igen, olyan volt kapcsolatom, utána mi találkoztunk. Ja, és együtt is maradtatok? Aha. Igen. Hát ez valóban, ehhez azért kell kalandvágy. Tehát valakivel vadidegenül egy ilyen sötét szobás randiban részt venni, azért ez több, mint kalandvágy. Igen, nem jó vagy rossz, nem vitélkezem, csak mondom, hogy azért ez kell bátorság. Igen, bátorság az kell hozzá, azt gondolom, hogy elég bátor vagyok. Először legalább letapogattad az arcát? Tehát volt egy ilyen szkennelés, hogy megvan-e mind a két szeme, füle, fogai, azt igen, mondod, jó van, nagy baj nem lehet. Ezek megvoltak. Leszkennelt egy picit. Persze. Zseni. Na jól van, hát akkor a kalandról van szó, akkor téged se kell félteni. Ja, nem megyek ért a szomszédba, persze. Igen, hát egy nagy dumás csajszín, nincs ezzel baj. Van benne ez lendület, tehát Patrik, téged választok, ott talán a desszertnél vagy szóhoz tudna jutni. Egy kávét? Unatkozni nem fog. Hogy nézel ki? Hát én pont az üzenetemben leírtam, illetve az e-mailben bejelentkeztem, hogy én egy nagyon magas srácot keresek, mert hogy én egy magas lány vagyok. Uh-huh. Én 183 centi magas vagyok. Azt a mindenit. Vékony sportos testalkatú, tőke, válegérő, egyenes hajam van, zöld szemem, és állandóan mosolygok, illetve legtöbb esetben mosolygok. Zsűl, nem baj, mert fogom a combot. És nem! Csak ennyi marad, hadd markoljak rá a combodra. Te is megfoghatod az enyémet. Egy magas, vékony, 183 centis, szőke hajú, milyen szemű? Zöld. Zöld szemű nő. Hát ez nagyon jól hangzik, ha az ember ezt így maga elé képzeli, ugye? Hát a vizuális típus, hogy ezt így elképzeled magad előtt. Ez jól hangzik. Sport, hobbi, amit tudnunk kell rólad? Nagyon szeretek röplabdázni. Uh-huh. Igen, illetve járok minden héten Uszadába, járok TRX-re, itthon tornázom, meg hogyha jó idő van, akkor futok. Tehát egy sportos csaj vagy akkor. Ja, aha. Igen. Ráadásul el se kell képzelned, mert ha kinyitod az adásmenetet, ott a képe. Látod? Nyitva van. Én már fészen is megtaláltam. Nyitva van. Jól van, van-e még valami, amit el akarsz magadról mondani? Timi? Igazából azt hiszem, hogy így is többet adtam ki a kelleténél. De... Hát nagyon nem kell gyúrni. De igazából nektek már nem akarok semmit sem mondani. Jó. Csak a Patriknak, jó? Köszönjük össze Patrikkal. Készültem neki egy játékkal, hogyha belefér. Jézusom, azt mondom, készültem neki egy versen, mondom, megértem. Nem. Oké, készültél egy játékkal. Rendben, hát akkor össze is kötünk benneteket. Jó, mi egy kicsit hátrébb vonulunk, és akkor, ha kell, majd beleszólunk, de akkor ismerkedjetek, és nézzétek meg, hogy működik ez a dolog először az éteren keresztül. Itt vagy, Patrik? Itt vagyok, igen, sziasztok. Hello, na ti jöttök. Oké. Okay. Hello, Timi. Szia. A sötét szoba alapján kijelenthetem, ugye, hogy nincs olyan fogadalmat, hogy első rambi nincs szex. Igen. Oké. Figyelek, milyen játékkal készültem? Én egy nagyon egyszerű játékkal készültem neked, mivel nagyon kevés időnk van, én azt találtam ki, hogy egy gyors kérdezt felelek, aminek az a lényeg, hogy én egy szóval kérdezek, de pedig egy szóval válaszolsz, ami hirtelen eszedbe jut, vagy ami a legjobban jellemző rád, csak a spontanitás a lényeg. Ez a gyorsaság. Benne vagy? Benne, persze. Akkor kezdem, jó? Jó. Étel? Pacala. Bocsánat, Jézus Mária. Oké. Serpszli. Igen, oké. Mi kapcsolódás? Lovaglás. Egy éjszakás kalam? Benne vagyok. Bakancista? Himalája. Zene? Guns N' Roses. Jövő? Család. Engem visszahérítve? Tessék? Engem visszahérítve? Ezt még nem tudom megmondani, pénteken fogok választani. Nagyon jó, nekem ez tetszik, ez jó, ez így kell. Hát több mindent megtudtunk Patrikról itt egy perc alatt. Tibi, jól nyomod? Én nagyon szeretek játszani, én azért jelentkeztem, mert nagyon szeretem a játékot. Azt gondolom, hogy ez mindig izgalmas és érdekes, és felkelti az ember kíváncsiságát. Szerettem a pacalt is, és a Himaláját is. Igen. A család a teszádból, Patriknak különösképpen jól hangzott. Jövő család. Olyan szép, olyan pont, majdnem sírtam. Én ott majdnem bebögtem, Patrik, pont így ismertelek meg az elmúlt 3 napban. De ez jó kis játék volt. Igen. Tabu, bondog-e?
Tabu, mature és granny. Oké, Patrik, akarsz-e Timitől kérdezni valamit, hogy mivel készül a hétvégére? Miben alszik, van-e kedvenc dolga? Bármi olyan, ami nyilván nem egyértelműen magáról a karantról szól, de szeretné Timiről megtudni. Kis kifli, nagy kifli, hasonló, mint a csajoktól kérdeztél. Van-e ilyen? Van, igen. Van olyasmi, amit inkább szívesebben csinálná egyedül a hétvégén? Hát, egyedül? Uh-huh. Azt gondolom, hogy mindenkinek kell egy kis egyedül, de ez nem fog zavarni, hogyha mondjuk fél órára, órára azt mondod, hogy szeretném mondjuk lemenni a bárba inni egy italt, és én addig szemmeldek a szadába, nem fog rosszul esni, de igazából ez egy olyan hétvége, hogy kettesbe terveztem, úgyhogy terveztük, így nem gondolom, hogy sokáig veszek egyedül. Okay. Nem kitárolok. 183 vagy, bevallom, én alacsonyan vagyok nálad. Zavar ez a dolog, vagy zavarnak? Egészen összünk lesznek, igen. Igen, viszont a hétvégét ez nem zárja ki nálam. Patrik, van egy jó magas sarkú, én néha belebújok a szélsárkóba. Tartok neked majd egy tréninget, Patrik, mielőtt indultok. Jó, pénteken ugorj be ide a rádióba, elmondom, hogy lehet ezt. Jani elmondja, hogy kell Lábújhegyen járni. Egy ilyen túra bakancsot fogok venni szerintem, aminek legalább van 3 centis alatt. De te is elég magas vagy, Patrik, én 180-at mondtál, nem? 170. Igen. Tehát az, 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 nem, az nem a palik között, aha, az már nem, nem alacsony. Majd kicsit feltúrod a hajad. Oké, na, még valami az első estéről, a vacsiról, kis kifli, nagy kifli, bármi akartok még tudni a másikról, vagy mindenki úgy? Briós, pozsonyi, pacsni. Teszi le a telefont, hogy elégedett azzal, amit hallott. Timi, Patrik, bárki, bárkitől, bármit? Igazából nekem is több kérdés, mert nagyon szívesen benne vagyok a hétvégében, nyitott vagyok bármire, aztán meglátjuk, hogyha a Patrik engem választ, annak nagyon örülök, de hogyha nem, akkor sem fogok kardomba dőlni, úgyhogy meglátjuk. Nekem lenne egy kérdésem, jó? Igen? Timi, miben vagy a legjobb szerinted? Saját véleményed szerint? Hát nekem mindig azt mondják a barátaim, hogy a személyes kisugárzásom sokkal ütősebb, mint az, hogy 2 millió emberrel próbálok érvelni, hogy engem vigyél el. Tényleg a kisugárzásom az, ami a legerősebb. Igen, ezekre nehéz kérdezni, de, vagy nehéz válaszolni, az ember egy kicsit konkrétabban kérdez, ez egyszerűbb. Jó, de értem, hogy mire gondoltál, Patrik. Jól van, oké, Timi, elköszönünk akkor tőled, engem nagyon szórakoztattál, ez a beszélgetés, nagyon szerettem. Figyelj, rámenős, nagyszájú, vagány csajszi, itt írják, hogy Patrik, ha őt választod, nagyon. Még a fugát is kikapja a csempéből. Timi, köszi, beszélünk, jó? Puszi, okay, hallgassál minket, és így pénteken. Hallod, Patrik, meneküljön, Csi. Patrik, itt fel kell kötni. Fel kell kötni, de ti hogy gondolod? Csak néhány pici apró csontot fognak találni a helyszín előtt, majd utána ajánlnak. De is leszapogatva. Patrik, mit mondasz? Hát nem tudom. Ezek után azt gondolom, hogy egy levélviagrát kéne magammal vinnem. Na most egyébként nem vinni. Egyébként kamagrát használ. Figyelj ide, megijedtél kicsit, Timi? Timi túrámenős, nagy szájú, túl sok? Nem, nagyon szimpatikus. Kifejezetten. Őszinteséggel. Az biztos, hogy nem unatkoznánk. Picit megijedtél, azt hallom a hangodon, mint egy picit megrémültél volna, hogy túrámenős, sötét szoba, nagy szájú, tehát hogy azt érzed talán, hogy nem te dominálnál, vagy irányítanál, hanem vinne egy csaj, és ő lenne inkább a dominás, ezt gondolod? Azt gondolom, hogy hosszú távon ez semmiképp nem működhet. Tehát ez csak egy hétvége lenne, amit együtt töltünk, és kiindulva abból, hogy Timi azt mondta, hogy őt kifejezetten zavarná, hogyha valaki alacsonyabb, mint ő. Kíváncsi lennék, hogy mit hozna a hétvége zárása. Azt fut a gyáva. Majd amikor a hétfőn megtalálnak a radiátorhoz, nincsen. Én is azt gondolom, hogy te egy olyan pali vagy, aki azért talán lehet egy olyan csajt keresel, akit te jobban tudsz irányítani, de itt téged a szerelők szednének le a radiátorhoz. Hozzátok a flexet! Hozzátok a idegvágót, rózsaszín plüssbilincsbe, ott lennél mesztelenül, fél szoknival a fejedet. Visszafelé az ajándék autónak a visszapillantóján fogsz majd imbolyogni. Egy kis kulcstart. Kifiléznek, Patrik, kifiléznek. Jó, oké, ez a te döntésed, nyilván minden lány után az ember érez valamit, de neked kell dönteni. Oké, hívunk csütörtökön, holnap 9 után, és hozzuk neked Miss Csütörtököt. Jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszi, ciao, holnap köszi, beszélünk. Köszi. Hello, ciao. Timiben volt lendület. Én bírtam, Timiben volt lendület. És tök őszinte volt, mikor ez, hogy az zavarja, hogy alacsonyabb.
mondta, hogy igen. Igen, igen. Ez tök jó. Én nem mernék lemenni a bárba inni valamit, az biztos nem mernék. Érted? Így oldalazik így az ajtó fel, és így igen, hova vész? Előtem, hogy azt vonanak. Kis bruszka. Előtem lennél, tesó, előtem lennél, te ott minden azt hiszem. Mindenkit megkajálja. Én bírom az ilyen temperamentumos csajokat. Jól van. Oké, na holnap folytatjuk akkor, hívjuk csütörtökön, ugye mit csütörtököt, aztán meglátjuk, hogy Patrik hogy dönt. Mi van? Na, amit, amikor az embernek a kabát ujját bekapja az ágnaráló. Csak. Ennyi. Itt egy választásod van, csak azt nem mondhatom adásban. Vagy megteszed, vagy véget van, ugye? Oké, na jó van. Holnap akkor folytatjuk, jó? Még mindig lehet jelentkezni egyébként, most már csak a csajoknak, ha akartok lányok. Valentin Kukac, Klassz FM. Csütörtök péntek még kiadó. Még kiadó, igen. Hát ez egy romantikus hétvégének indult a beszélgetés, után más irányt tett ez a játék, de hát miért lennék álszentek, miért hazudnánk, hogy ebben ez nincs bennem. 9:50 pontosan 5 perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatéval, de előtte játszunk, már is itt van egy hallgatónk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Azt írja egy hallgató, hogy a domináns tonalitást és a fonaljárát is mutassuk meg neki 4 centi plusz, és akkor meg vagy. Az, hogy ez Timinél már megvan. Halló, jó reggel! Sziasztok! Szia! Igen, hello, hello. Ez nem tett jót Patrik egójának tiszta hallani rajta. Milyen én így azt hallottam, hogy azt hittem, hogy Patrik nem tud megrémülni nőtől, és jött egy olyan nő, ahol Patrik egy kicsit alul, nem alul marad, hanem úgy érzi, hogy erősebb a nő, mint személyiség. Patrik azt, azokat a nőket szereti, ahol azért ő tud dominálni. Tehát egy hét után azért egy nagyon szép jellemrajzot kap az ember a csajokról, a pasikról, nem? Mi a jó Patriknak? Kit keres, mit keres? Nem ment át a töréstesztet. Érdekes, érdekes volt, igen. Bocsánat, itt vagyunk, hello! Hello! Tamás, ciao! Honnan hívtál minket? Hajdúhatház. Mit csinálsz te ott, Tamás? Hát én most jelenleg itt vagyok, munkából jöttem haza reggel. Na, akkor éjszakás voltál, vagyonőr, biztonsági? Így van, igen? Így van, igen. Mit őrzöl? Vagy titok? Katonaságnál vagyok, vagyonőr. Nem itt lehet onnan ellopni egy régi orosz. Nem, attól félek, hogy visszahozzák. Mit védesz ott, vagy mit csinál? Hát én egy lőterem vagyok, Hajdúhatházon ott vagyok. Ó, szegényként, véded a lőteret, hogy ellopják? Ellopják, igen. Na jól van, figyelj ide. Milyenek a kérdések, Eni? Hát, de szerintem menni fog, mennie kell. A harmadik már azért combosabb egy picit. Ajaj. Meglátjuk. Jó, na figyelj, így szól az első kérdés. Mi volt Zambó Jimmy eredeti keresztneve? Zambó Jimmy. Keresztneve. Mit csinálsz, netezel? Kicsit Imre. Nem a jegyzeteit nézni. Jambó Imre. Így van. Így van. Ez én már nem tudtam volna a helyből. Szégyellem, de akkor sem tudtam volna. Na figyelj, itt szól a második kérdés. Melyik Oscar-díjas színész filmjei a Benfentes, a Börtönvonat, Jumába és a Noé? Benfentes, Noé. Na jó, ezt nem fogjuk hagyni. Figyelj, de ilyen alapon. Mondj valami gyorsan. Melyik szervő vagy még egyszer? Színész. Színész. Színés? Az a Russell Crowe? Hát kereste, gépezte. Russell Crowe, az lenne, nem? Tessék? Russell Crowe. Russell Crowe? Crowe. Mert olyan kemény. Russell Crowe? Ezt mondod? Crowe, Russell Crowe. Crowe. Ő lett volna. Ő lett volna, csak ez időn túl volt, igen. Tehát azt szoktuk csinálni, hogy az ember netezik, és azt felvállal, és hagyjuk, akkor hagyjuk, lehet netezni, csak akkor viszont az idő kicsit rövidebb, hogy ne legyen ennyire bagatella játék, hogy megvárjuk, beütött, bemondott, megnyered. Tehát ez egy kicsit bénácska, akkor mindig rövidebb időt hagyunk. Russell Crowe, így van. Láttad valamelyiket? Nem, egyiket sem talált, azért nem is tudtam volna. A Benfentes ebből a háromból az igazán jó film. Al Pacino játszik benne, és... Nem láttam egyiket sem. Nagyon jó film, egy régi Russell Crowe, Al Pacino film arról szól, hogy a pali dohánygyárnál dolgozik, és kilép, mert tudja, hogy hogyan szoktatják rá az embereket a cigarettára, és bepereli őket, és erről a perről, a médiáról szól, hogy mit lehet, és minden. Nagyon-nagyon izgalmas kis film. Jó régi, de szép film. A Börtönvonat Jumában az egy jó kis western, azt is érdemes megnézni. Christian Bale játszik együtt benne. Hát a Noé meg már, hát nem is a legújabb, de az újabb filmjé közé tartozik. Azt a sztorit nem is vennem. Érdekel, mit mondani ez a sztori. Oké, köszi a játékot! Köszönöm én is, sziasztok! Ciao. Hello. Elő. Pedig érdekes történet egyébként, ez egy rohadt nagy hall lenyeli.
És mindjárt írnak. Jó, nem mondtam. Fél tíz múlt, 9 perccel. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Pontosan 3:10 van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a csaj megmutatta, hogy mindig a nő választ. Gratuli. Így is van. Ugye? Érdekes hozzászólás. Igen, valaki nem szereti ezt a maszkulin típust, én imádom. Nekem ez nagyon bejött. Ennyire tudja, hogy mit akar. Kerekperec megmondja, hogy mi lehet, mi nem lehet. Eldobnád magad a szaténágy, nem vesztelenül háttetennéd a kez is aztán, amit akarsz. Én azt mondanám, hogy nem, amit akarok. Na, mutatjuk, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Egyrészt szó volt ugye az Oscar gáláról, és arról beszélgettünk, hogy mennyi mindent kapnak a sztárok, mert hogy hát tényleg elképesztő a lista. A szemránc krémtől kezdve a 10 napos utazás Izraelben, lézeres bőrfeszesítés, rengeteg mindent kaptak ugye az Oscar jelöltek. Igen, de Nemes Éles László biztos, hogy a mell emelésnél csapott a levegő. Vámpíros mellfelvarrás, gyalogtúra Japánban, $45,000 Audit bérelhetnek egy évre, és $31,000 többek között luxus bőrápoló krémeket kapnak. És arról beszélgetünk, hogy ez rendben van, és meg is érdemlik, de hogy van az a típusú ember, aki viszont úgy él, mintha Oscar gáláron született volna, soha nem költ, de mégis mindene megvan, potyázik, nem fizet, és megpróbáltuk megkeresni mindenki környezetében azt az egy embert, aki hasonló hát életvitelt folytat, minél kevesebbből minél többet felhalmozni, szerezni, úgyhogy ne kerüljön pénzbe az ital, a cigaretta, a taxi, a bulizás és bármi más. Ez egy külön embertípus szerintem. Igen. Akinek ehhez tehetsége van. Hát és úgy tűnik, hogy gyakorlatilag van egy ilyen társadalmi rétegben. Annyi SMS-t kaptunk, hogy emlám elképesztő. Igen. Hihetetlen, hogy mik vannak, nem, Jani? Szörnyen. Hát nem, komolyan mondom, hogy na, mindannyian elhatárolódunk. Hogy számoltam, 4 emberből minimum egy ilyen. Hány új tippet gyűjtöttél? Például itt a stúdió. És arról beszélgettünk, hogy megjelent egy könyv, hogy arról is Amerikában. Hogy nem mondja ki, hogy a Google-ről van benne szó, de mégis azt mondják, hogy a Google egykori alkalmazottja kitálalt és a cégről írt egy könyvet. Pikáns titkokat rejt a vállalatról a könyv, és arról szól, hogy mit csinálnak ott titokban az emberek. Végigolvastuk, hogy mit csinálnak, aztán arra kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy ti mit csináltok a munkahelyeteken úgy, hogy arról a vezetőség, a főnökség, a tulajdonos nem tud semmit, mert az a ti kis privát bizniszetek, ügyetek egy-egy adott munkahelyen. Egészen elképesztő SMS-ek jöttek, hogy mik történnek titokban magyar munkahelyen. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 4 perc van pontosan. 10 óra, Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Hello, minden oké? Okay? Nekünk volt egy közös kollégánk, aki a tejet vitte haza mindig a közös konyhából. Ne, melyik volt? De. Ezt szerinted elmondom. És aki volt bontva akkor is? Ne, hát a bontatlan. Ne csináld. De. Tehát valaki más megvető, meg elvitte. Ne, hát így közösen kaptunk egy kis konyhába kávét, nem tudom én, és a tej az valahogy az mindig jobban fogyott. Ezt tehát szikiderült, hogy hazavizni. Keresztnév? Nem mondok semmit. Na jó, akkor csak a vezetéket. Jó. Vagy az egyiket, vagy a másik. Na jó, én voltam. Na. Jó, hívjuk a nap hallgatóján. És most is az. Hanem, akkor nem a titusz. Morning Show! Hello, Orsi! Szia! Sziasztok! Hello, hát nagyon szerettük az SMS-edet, ugye azon témánkhoz szóltál hozzá, hogy ki mit csinált titokban a munkahelyén. Tényleg bárcsak bár mindegyiket be lehetett volna, mert nagyon sok jött. És te érted azt, hogy titokban megdöntöd a főnök aknakereső rekordját, és ezt ő nem érti. Nem, sose érti. Most egyébként nagyon jókor hívtatok, mert egyébként a munkahelyemen kellene, hogy legyek, ahol éppen hajtóvadászat van, mert a főnök reggel hallgatta a műsort, és azt hiszem, hogy magára ismert, ja. De most nem vagyok itt, úgyhogy tudunk beszélni. Azt hittem, hogy a hajtóvadászat van, akkor a Lázár a főnököd ugyeben vadászik valahol. És bemész, és az ő számítógépével döntöd meg? Vagy te csak rácsatlakozol valamilyen más gépe, és úgy megdöntöd? Vagy Nem. Hát olyankor az irodája az nyitva van, tudjátok, és akkor nem egy elkörülnézek, hogy mikor lesznek az ilyen fejet vágató meetingek, meg ilyesmi, és akkor neki ilyen nagy szenvedély az aknak kereső, mert szerint azzal lehet elmét elírozni, és akkor ilyenkor leülök,
Hát így azért kell egy pár óra, hogy ezt megcsináljam, de aztán végkérés mindig sikerrel zárul, és amikor visszajön egy külföldi konferencia után, akkor mindig érdeklődve néz, és pontosan engem kér meg, hogy nézzem meg, hogy milyen internetes vírus az, ami folyton meghekkeli a gépét. És ezt el is mondod, ezt meg aztán külön szeretjük. Orsi, te vagy a nap hallgatója, egy szép kis ajándékcsomagot küldenénk neked. Jó? Ó, nagyon szépen köszönöm nektek, meg legyen csodás napotok. Nagyon, köszönjük. Neked is, ciao. Sziasztok. Hello. Csabi, kámra meg zenék? Kálai Sanders Band. Egyre jobban szeretem, és egyre jobban szeretném őket élőben látni. Uh-huh. Egy ilyen igazi nagy koncertet, nem csak egy dollárig. Uh-huh. És most ezt a legfrissebbet, a Who We Are-t ajánlom nektek. Szerintem tök jó dalokat írnak, és jól is adják elő, meg csávó nagyon jól énekel továbbra is. Csak kíváncsi, hogy milyen egy egész koncert. Az jó lenne. Azért eljöttek velem? Küldjön jegyet? Nem, hát hogy eljöttök-e majd velem? El szólják, telefonál. Lehet, hogy kicsit kések vagy e-mail, de ott vagyok. Én biztos nem. Ott találkozunk. Csabi jön a kíványság műsorról 555-55-00. A telefonszám, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.